Na, mi történt veletek a héten? Szevasztok! Halli! Hallió! Mi történt? Múlt héten volt valami, várjál, szombaton, de nem emlékszem nem már. Nem tudom, mi volt. Be voltam karmolva. Be voltam nyomva. Szerintem itt egyedül itt Mújó ivott csak. Hát én gyümölcsös sört akartam inni, és eddig mindig úgy jártam, tudod, megyek a pulthoz, jó napot kívánok, egy gyümölcsös sört szeretnék. Nincsen, csak alkoholos. Mondom, de jó, remek, akkor egy 0-ás sémát, most oda mentem. Jó napot kívánok, egy gyümölcsös sört szeretnék. Nincsen, csak 0-ás. Hát mondom, akkor így jártam. Úgyhogy pedig sofőrön volt. Ihattam volna. Azt hiszem a Lackó Attilás. Kimondtam. Véged van, mint a popnak. Végem van, mint a pop szakmának. Tehát ott a torta nyitás után, amit ittunk pesgőt, annyi volt talán az összes alkohol, amit így elbírtam fogyasztani, de így jártam, ennyi. Hát azt a, nem is tudom, mit, kenyérlángos volt az Charlie, vagy? Nem tudom, mert nem láttam, csak a videó, mikor visszanéztem, akkor láttam, de hogy... De azt vagy 5 részletbe kellett megennem, mert hol kirongyoltam a mi kis pultunkhoz, hol visszamentem bekapni egy falatot. Egyébként jó volt, tehát mondjuk én a sör árán voltam egy picit így megrendülve, de amúgy hát de milyen volt. Sört ittál, mert a kozel az olcsó volt. Nem tudom, ez az egy darab gyümölcsös sör 650 forint volt, az engem teljesen... Na hát teljesen, a kozel az 380 volt. Teljesen, hát lehet, hogy azt kellett volna kérnem a picsának. Vettem volna egy kozelt, meg egy baraszklevet. Kozelt, meg beleöntöttem volna egy citromüdítőt, azt kész a cuccosom, ennyi. Én azon lepődtem meg egyébként, amikor oda mentünk, akkor még meg is örültem, hogy rántott sajt 1002, aztán érdekes, mikor a fizetésre került a sor, akkor 2050 lett. De lehet, hogy hát köret nélkül írták ki. Így van. Hát igen, rengeteg értelme van, bazd meg. Kérek egy rántott sajtot. Oké, és kihoz 2 rántott sajtot nekem köret nélkül? Életszerű. Na jó, volt. Én ennek a fordítottját is megéltem már pacallal. Tehát, hogy kértem egy pacalt, meg egy mázsa kenyeret, erre kihozott a csávó a tányéron, értett pacalt, meg főtt krumplit. Hát azt mondom, azzal lették nálunk is. Mondom, ez mit mellette? Hát azt mondja, krumplit. De mondtam, hogy kérek krumplit. Jár hozzá. Nem, vagy azt mondtam, hogy mi ez a gusztustalan szar a jó kis főtt krumpli mellett. Kértem én törölközőt? Nem. Hát... Ha hiszitek, hanem sosem ettem pacalt, és nem is fogok. Én se. Na de Krisztián, bocsánat. Iszonyú jó. Olyan, mint egy körömpörkölt, amit törölközőből főztek, frotírt. Az jó, mert szerintem körömpörköltet se evett még soha. Körömpörköltet se vettem, sőt, szalontüdőt sem. Úr, te figyelj már, mi értelme van az életednek? Csak így megkérdezem. Egy ilyen vegetatív állapotban. Hát, nekem a szalontüdőről mindig a szalontánc jut eszembe, hogy ezt utána eszik. Nem tudom miért. Azért szalontüdő? Igen. És szalonsört isznak. Te ettél már szalontüdőt, Csáli? Nem, de láttam már olyan embert, és nem nézett ki túl jól. Az a baj, hogy ezek az ételek így kikopnak a köztudatból. Tehát valamikor a szalontüdő gyerekkoromban az teljesen normális, nagyon finom. Egyébként. Tudom, az olyan volt még a te gyerekkorodban, hogy itt van kisfiam, egy tál szalontüdő, azt menjél a térre focizni. Ne is lássalak estig. Az még a múlt században volt, elmondanám. Tehát... Na de hogy aki nem értené, hogy miről beszélünk, mert ugye szombaton volt a podcast találkozó, közönség találkozó, 100. podcast találkozó, meg még ennek permutációit sorolhatnánk. És 100. podcast találkozó semmiképp. 100. podcast második podcast találkozót, és a 100. adás. Megzavart, hogy Fifika még mindig a mikrofonba gurgulázva szívja a e-cigijét, és ez a fejemben elindította ezt a lavinát. Hát ez a csávó. Istenem. Kimegyek a szobából beleszívni az e-cigarettába. Vagy bírják ki egy adásidőt e-cigi nélkül. Vagy sztelt a ház előtt gőzölj. Szóval az volt szombaton, és nagyon menőre sikerült szerintem. Attól függetlenül, hogy valami iszonyat rush hour volt az eleje, mert természetesen 5 perc hosszabbítás a fociba. Tehát valahogy úgy 3-4 után tudtunk elkezdeni pakolni, fiúk. Nagyjából. Örüljön neki, hogy csak 5 perc hosszabbítás volt. Igen. És akkor utána kiderült, hogy a tasak az nem füles, hanem kiflis. Hát ennyi, tehát Isten bizony, hogy az eszembe volt, hogy lefényképezem, és elküldöm. Ne, azt hittem, hogy az volt, és még gondolkoztál, hogy de hülye ez a Charlie, hogy nem füles zacskót kért. De tehát ott prompt fölhívtalak a printkerbe, és mondtam, ez a barna zacskó, igen, de ha mondtad volna, hogy füles... Hát mondtam, hogy barna, és mondom, nem sodrot, hanem az a lapos füles. Na mindegy, az a legkevesebb. Hát és volt sofőröd, nem lett volna időd egy kis hollóval füleket vágni, amíg utaztad? De egyébként meg mennyire old school volt, öcsém, mert gyerekkoromban, már megint a múlt századról beszélünk, gyerekkoromban pont ilyen barna papírzacskóba adták a kovászos uborkát. Amúgy. Nekem ez jutott az eszembe egyben. Tök fura, én is a múlt században voltam gyerek. Fifika, mi akkor egyidősek vagyunk. És neked is zacskóba adták a kovászos uborkát. És sok minden más egyebet is, igen. Barna papírzacskó. Na. Gyerekkorom foszlós kifliei, édes Istenem. Igen, most jön az a mondat, hogy régen minden jobb volt, meg a kenyér is 360 volt. Krisztián azért mondja ezt, hogy édes Istenem, mert egyébként cukorbeteg, tehát neki nem is lehet más Istenem, csak az édes Istenem. Megettem minden 25 deka halvát, csak zárójelben mondom, Krisztián, mert neked küldtem a képet. Ja nem, neked is, Fifiga. Igen. Úgyhogy ott volt a találkozó. Szerintem mindenki mondja el a benyomásait róla. Kezdje mondjuk Fifika. Hú, hát nekem egyébként önmagával a helyjel is voltak problémáim. Egyrészt kiesett, ott volt egy ilyen, én nem is tudom, amit ott kerülgettek, amikor bejöttek a bejáratnál. Várjál, az az oszlop? Az oszlop, az így kivágtatod a... Meg a dülöngélő Gergő. Tehát az így kivágta a társaság egy részét, meg ugye a kisterem is eléggé messze volt, de egyébként teljesen rendben lévő volt a hely, hihetetlen úriember volt a tulaj, 3-szor vagy 4-szer mentem oda hozzá, hogy ki szeretném már fizetni, amit ki kell fizetnem. Majd ráér még. Hát mondom, ez hihetetlen. Amúgy meg hát, ha figyelted, hogy ez egy aránylag magas helyiség volt, így van? Igen. A Bell magasságát tekintve, de ezt is így vödörre föltöltött a társaság gőzzel. Mondjuk ami még nem tetszett, és ezt még Charlie is megjegyezte menet közben, hogy nyilván voltak olyan vendégek, akiknek nem lehetett azt mondani, hogy hát ez kvázi egy ilyen zárt körű rendezvény, de hogy ha még olyan vendég is lettem volna, hát öcsém, én oda magunk közé nem gőzölőként biztos, hogy nem ülök be vacsorázni. Tehát... Ott ült pont előttünk egyébként, az asztal előtt egy ilyen pár, érted? Hihetetlen módon csodálkoztam rajta, hogy ezek ott prompt végülték, a tombol alatt is ott voltak, hogyha jó emlékszem. Az lett volna szép, még nyernek is valamit. Igen, az szép lett volna, még nyernek is. Aztán voltak ilyen meglepetések, amikor megjött a két rendőr, tehát az zseniális, tehát ilyet nem lehet kitalálni, érted, hogy bejön két rendőr. És ott én azt hittem, hogy fú, hát itt kurva hamar vége lett a bulinak. Igen, most van vége a bulinak, még el se kezdődött, de aztán ez majd elmeséled, ez egy jó pofa történet volt. És hogy így... Klassz volt, mert én mondjuk járkáltam, meg te is, azért így oda-oda mentünk asztaltársaságokhoz, és akkor így az ember mindig azon csodálkozik, ezt azt szoktam mondani, mint a jó keresztény a mennyországban, hogy ki van ott, meg ki nincs. Egyrészt, másrészt meg legközelebb, ha ilyet szervezünk, Charlie, mindenkinek kötelezően előírjuk, hogy a Facebookos profilképét nyomtassa ki, vagy mi fogjuk kinyomtatni mindenkiét, és csak az jöhet be, akinek ki van tűzve a Facebookos profilképe, mert egy csomó emberről azt se tudod, kicsoda. Igen. Így. Egyébként meg, ha látnád a Facebookos profilképjét, azonnal vágnád, hogy kivel áll szóba, vagy kivel nem tudod, hogy kit kell utálni. Mi? Azt a végén még úgy szólsz hozzá, mint a barátságos lennél. Hát az nagyon gáz. Na és akkor szóval így eszméletlen. Egyébként én jól éreztem magam, szerintem mindenki, aki azért jött oda, hogy jól érezze magát, az nem csalódott. Még ha ugye tudjuk, hogy azért is, mert hogy micsoda osztogatásba, meg fosztogatásba kezdtünk. De én merem remélni egyébként, hogy nyilván nem ez volt az indok, meg ezt én mindig megfordítanám. Tehát az legyen már a mi hogy is mondjam, nagy lelkűségünknek a jele, hogy minden megjelenőnek próbálunk valamiféle kis plusz ajándékkal kedveskedni. Érted? Tehát ez nem azért utaztak Debrecenből Pestre, érted? Zalaegerszegről. Háromszor két likvidet vigyenek haza. Tehát azért ez a hogy is szoktam mondani, ez az oktonni gondolkodásnak a teteje. Meg hogy nem ezzel kell megvetni. Tehát, hogy valakinek ilyen egyáltalán az eszébe tud jutni, hát annak gratulálok egyébként, meg amúgy is tudjuk, hogy az egyébként nem ilyen találkozókra mindenki azért megy, meg kedveli esetleg azt a társaságot, vagy a másikat, és nem azért, mert kap valamit, de mondom még egyszer, ez legyen már a mi kiváltságunk, hogy ezzel kedveskedünk azoknak, akik megjelennek, élvezik a társaságunkat. Tehát. Hát remélem azért se baszott le minket senki virtuálisan, hogy az asztalra welcome, mi az Isten ilyen rákcsálni valókat kitettünk saját pénzből, tehát remélem, hogy az se volt probléma. Hát ennyi erővel. Charlie, eddig. Eddig, igen. Eddig. Na, szóval jó volt, tényleg jó volt egy-két olyan arccal beszélgetni, akikkel, mit tudom is én, Facebookon már azért így elég jól összehangolódtunk, meg ismerjük egymást. Mondjuk ez a Facebookos ismerettség azért ez egy érdekes dolog, de azért így szemtől szembe nyilván mások az emberek, meg vagy pozitívabb, vagy egy kicsit visszafogottabb véleményed lesz róluk, miután beszéltél velük. És hát ugye ott voltak a nagyöregek, akik már régóta benne vannak az e-cigaretta világába. Ott volt Bélánk is, akit... Még a rövid időre is, akit azért megint nyilván jó volt látni, meg beszélni vele egy pár szót. Ott volt a ki nem mondom milyen nevű Attila is, akit szintén azért ritkán látunk, vagy láthatunk élőben, tehát ez nekünk mindig egy ilyen élmény. Úgyhogy ott volt a Szeder, Peti, tehát egy csomó olyan ember, akivel Facebookon nap mint nap beszélgetsz, de így teljes valójában nem nagyon találkozó velük. Amit én egy picit sajnálok ezekből a találkozókból, hogy bár ez soha nem sikerült még jól, talán egy olyan alkalmattól. Fogadjunk a vizes pólóversenyen. Nem, tehát valami hasonló, de ugye a tekerőverseny, emlékeztek rá, hogy ez még voltak régen ilyenek, hogy tekerőverseny, de ezek sose sikerültek. Valami jó, mondom, én talán egyetlen egy alkalomra emlékszek, amikor Inkvi előkapott valami orosz kazánt, azt mondta, hogy aki ezt úgy meg tudja tekerni, az nem, tehát nem kell egy gőzőjön, csak ne fóljon. És akkor végül is azt hiszem, hogy az nyert, aki a legkevésbé folyt, tehát de mondom, szóval ezek az igazi szakmai dolgok hiányoznak, mint a tűzoltóknál a tűzoltóverseny. Nyilván ezt próbáltuk pótolni egy picit az adásról szóló kvízzel, de én azt gondolom, nagy meglepetésre ugye nem az nyerte, akire gondoltunk, hogy esetleg nyerni fogja, de hogy ezek ilyen jó dolgok voltak, meg ugye tehát én azt gondolom, hogy éjfélig szinte folyamatosan szórakoztattuk magunkat is, meg mindenkit, mert mindig volt valami program. Na, hát nekem ennyi volt. Én nagyon örültem, és mindenkinek a legnagyobb tiszteletem, aki ott volt és részt vett velünk ezen a bulin. Jó, Mújó vagy én? Mújó. Telefon. Hát öcsém, hogy egyszer nem kapcsolom ki a telefon. Hadd csöngeni, ez olyan szép. Én beléptem és teljesen megszeppentem. Annyi ember volt, hogy hű, teljesen ott elérzékenyültem és megszeppentem, aztán azonnal küldetésre kellett indulnom, mert Charlie elkapott, és mint a mesébe a legkisebb királyfit. Na fiam, most menjél, szedd az országot a nyakadba, vagy szedd a lábaidat, és húzzál el, és szerezzél USB kábelt, mert le fog merülni a mikrofon. Igen, azt majd elmesélem, hogy miért. Úgy kezdődött, hogy sarkon fordultam, elhagytam a helyszínt, és elindultam USB kábelt vadászni szombat délután a városba. Hál' Istennek nem kellett messzire menni, hogy az Alliba sikerült találni egyet. Hát nagyon jó volt, nagyon klassz volt. Fifika elmondott mindent igazából. Én remekül éreztem magam, és tök jó volt ennyi embert látni. Jó, akkor folytathatom? Vagy majd úgy is beleszúrsz, hogyha még eszembe jutott. Igen, ez a tervem. Jó, és még azt, és miközben aludtam is voltak gondolataim. Igen. Hogy nekem az első, ami a legjobb volt, hogy ugye nekem annó mondta a faszi, hogy hát lesz a foci meccs, meg mit tudom is én, tehát nem kell, de hát a tapasztalatokból kiindulva a mi társaságunk az nem olyan, hogy egyből itt van mindenki, de mivel mi tudományosan előgondolkodtunk, és megszültük az időtervet, ezért azt vettük észre, hogy hát mi már oda mentünk 3-ra, és akkor már mondta, hogy a benti teremben már ülnek, és mikor a foci meccsnek vége volt, és asztalt bontottak a szurkolók, és elkezdtünk kipakolni, akkor hirtelen pillanatok alatt körülöttünk lett vagy 25 kazántárs, és onnantól kezdve így, tehát ilyen nagyon binárisan cserélődött meg a foci drukker társasága az e-cigis társasággal. Az nagyon tetszett, tehát hogy már az elejétől szép számban voltunk, és akkor így fölírtam pár szót magamnak, ami úgy eszembe jutott, mikor Fifika beszélt. Az egyik a rendőrök, mikor megjelent a 2 készenléti rendőr, és egy picit ott mondtam, hogy hát akkor most húzzuk le a rólót, jó van. De aztán megláttam az egyik kezében egy boxmodot, úgyhogy tudtam, hogy itt valami lesz. És mondta a srác, hogy hát ő csak beugrott tombolát venni, mert dolgozni megy, meg munkában vannak, csak tombola, és... Szolgálatban. Szolgálatban, igen. és Kocsis Tomival lerendezte, elkérte telefonszámot, mindent vett, tombola szelvényt, és ő el is ment, úgyhogy tovább folytatta a munkát. Aztán, ami eszembe jutott még, a gőzt említetted, Fifika. Nekem kurvára tetszett, hogy a belmagasság miatt is, meg fönt voltak azok a mennyezeti ilyen forgóventilátorok, nem volt az a nagy, hatalmas, áthatolhatatlan gőz, mint ami mondjuk a fanyűvőben. Mert ott tudod, vagy az elején, vagy a hátulján volt ilyen szagelszívó, és az amennyit tudott, az szívott, de hát sose tudott annyit. Itt meg azért egy picit mindig mozgott a levegő is, és nem volt az a... Majd a videón látjátok, hogy nem volt az a nagy, áthatolhatatlan füst, gőz, tök mindegy, minek hívjuk. Az biztos, hogy a kisteremben ott azért karddal lehetett volna vágni, és az egy picit, én nem néztem be oda úgy olyan szemmel annó, hogy nem volt fönt a mennyezeten hangosítás, de hát azért behallatszott, hogy mi a helyzet. Amivel én nagyon, tehát én ezt mindig tudományosan előgondolkodom, az ilyen rendezvényeket, és akkor fejben összerakom már az asztalon itthon, hogy ilyen kábel ide, oda, amoda, mi kell, mennyi kell, hogy kell. Utána tudományosan összepakolom a táskát, és most tudományosan egy darab kábel maradt ki a hangrögzítőnek az USB kábele, amivel a tápot kapta volna. Aksiról is megy, de az a biztos, hogyha 220 van, és természetesen ez nem micro USB, hanem mini USB, úgyhogy ekkor volt az, mikor megjelent Krisztián, hogy most itt asabb kell intézkedni, mert egyébként meghal a felvétel, úgyhogy Krisztián volt olyan rendes és elszaladt, aranyozott végű csatlakozóért. 10 év Gari. Igen, te már sehol nem leszel, de a kábel még. Megint tudományosan úgy képzeljétek el, hogy én hetekkel ezelőtt már elkezdtem a Spotify-on zene lejátszási listákat összeállítani, instrumentálisat a beszéd alá, mikor nem beszélünk, akkor valami vidámabb zenéket, külön lejátszási listákba tettem, offline-ba, letöltöttem a gépre. Lejátszottam szerintetek egyet is belőle? Nem. Hát. Ami még úgy szúrta a szememet, az igen, nekem is ez a zárt körűség, mert mondták, hogy ha 70 fő fölött, akkor ez zárt körű. 1, sehova nem volt kiírva. 2, igen, én is odamentem asztalhoz, hogy kértek tombolát. Hát ők nem ide tartoznak, csak bejöttek kajálni. Hát mondom, ez tök jó. Szóval ez olyan fura volt nekem, de hát ha bírják a gőzt, amit ott előadtunk, akkor lelkük rajta. Aztán mi volt még... Fölírtam, hogy nyertes, csak már nem tudom, hogy mire asszociáltam. Ja igen, arra is, amikor az egyik tombola szelvényt, ugye pont ez a rendőrsrác nyerte, az nyertes szelvény az övé volt, és utána fölhívta a Tomi, és ugye szolgálatban volt, a kocsiban mellette ült, gondolom, a kollégája, és baszd meg, nem hiszem el, nyertem! Tehát iszonyatosan örült neki, jó pofa volt, mondta a Tomi. És ami utána történt, az természetesen nem hazudtól meg engem, mert összepakoltunk, és nekem még volt egy challenge-em haza vinni Gergőt, aki akkor már nem volt szomjas. Charlie, szagold meg ezt a bort. Ugye milyen szar, ugye? De azért megitta. Tehát mindegy, az csak árcson. És valahogy nem tűnt föl, mert jó idő volt, hogy nincs nálam a kabátom. És aztán az se tűnt föl, hogy nincs nálam az a laptopom, amiről ment a kivetítő. És másnap jutott eszembe, hogy a laptop, baszd meg, tudtam, hogy valamiért könnyű volt a táskába visszafele bepakolni. Picsába. Na, fölhívtam őket, igen, itt van a laptop, bementem érte vasárnap, épp arra volt dolgom, úgyhogy nem volt gond. Hétfőn megyek dolgozni, délelőtt indulunk a feleségemmel, lépünk ki az ajtón, és mondom, kabátom? Hát ő nem tudja. Na, mondom, biztos a kocsiba van. Kocsi? Szerintetek? Nem. Baszd meg, mondom, a kabátom hol van? És akkor jutott eszembe, hogy mikor megérkeztünk, akkor leültünk ott a jobb oldalon közvetlenül az asztalhoz, és ledobtam magam mögé, volt egy ilyen fa virágtartó, akármicsoda, és arra rádobtam. Úgyhogy na, mondom, akkor ez jó kezdődik, hétfő délig zárva van a hely, fölhívtam őket, kabát. Hát én nem tudom, mert én aznap nem dolgoztam, mondom, nem olyan nehéz megtalálni egy kabátot, egy fekete kabát, nagy szőr meg allérral. Ja, ez itt van. Jó, megyek érte. Tehát így Két nap alatt kétszer voltam ott, másodjára már, mikor mondtam a feleségemnek, mondta, hogy jó, menj oda, ülj le, kérdezd meg, hogy hagytál-e még itt valamit, mert már ez kezd komikus lenni, de nem mertem megkérdezni. Úgyhogy részemről ennyi volt, amiket úgy ki tudtam emelni kivonatosan. A tömeg az rohadt jó volt, nekem nagyon tetszett, hát azt beszéltük ott a podcastben, nincs nálam víz, bassza meg, beszéltünk róla, hogy nem mozog a tömeg, de hát amivel nem tudunk mit csinálni, az, tehát nincs ráhatásunk, hogy ki, hogy és kivel beszélgessen. Hát ez van. Viszont rohadt jó volt új arcokat látni, ami nagyon tetszett például, és ez egy jó visszajelzés, hogy pont ugye a kvízkérdésnél, ugye a párásítós kvízkérdésnél azért zárójelben mondom, fiúkák, nagyon-nagyon látszik, hogy tényleg kijött azért, mert hallgatta az adást, és akkor a pozitív részéről közelítettem most meg, és nem gonoszkodtam. Tehát nagyon látszott, és ami még jobb volt, hogy olyan srác nyerte például az első helyet, akit nem láttunk se fórumon, se Facebookon, soha. Tehát a read only user, aki hallgatja a podcastet, tudja, hogy miről beszélünk, emlékszik arra, hogy mit mondtunk, okosodik belőle, és egy hibája volt a kérdéssorban. Fiúk, azért az zsír. Gratulálunk még egyszer. Majdnem én se tudnám ilyen kereken megoldani. Igen. De komolyan. Majdnem elfelejtettük az okleveleket, azt később adtuk oda nekik, de odaadtuk, és nagyon menő volt, hogy a második helyezettől kaptunk egy képet is, ahol be volt rendezve a nyereménye, úgyhogy mindenki, én úgy érzem, hogy elégedetten távozhatott, hiszen legrosszabb esetben is két welcome liquiddel gazdagabban térhetett haza. Szerintem baromi jó volt a buli, és tényleg ez, hogy egy kicsit kimozdultunk, körbejártunk, bár ott a vezetékes mikrofonnak ugye messze voltunk már nagyon ott a kis teremben, és a fal is árnyékolt, ott azért lehetett érezni, hogy néha beszaggatott, de egyébként tök jó volt, hogy úgy leücsörögtünk asztalokhoz, beszélgettünk emberekkel, vagy éppen odajöttek hozzánk, vagy éppen Boris tartotta szóval az embereket, amíg mondjuk Mújó 55-ször elment mosdóban meginni 20 kávét. Szerintem tökre jó volt, meg hogy ezek nagyon jó volt, hogy ugye ment az élő közvetítés a YouTube-on is, és ott be tudtak az emberek kapcsolódni egy picit, hogy kérdezgettek, mit látnak, jó a hang, nem jó a hang. Nagyon, nagyon online-ok voltunk ilyen szempontból is, úgyhogy láttam, Blacky is megjelent ott. Úgyhogy szórakoztatták ott is. Igen, a közvetítés az fasza volt. Magukat. Meg remek ötlet volt Kingától, hogy emeljük fel a hátsónkat és mászkáljunk. Igen. És őt is megszólaltattuk. Ja. Hát meg ugye ez neked újdonság, maximum, nekem annyira nem. Nem, az ez a jaj, hát ez hallatszik, hogy én mosogatok, meg csörömpölök. Igen, Kinga, az hallatszik. Charlie, arról se feledkezzünk meg, hogy a Krisztián családja póposra nyerte magát. Pff, hát nem kicsit. Ez nem igaz. Hát, ez nem miért igaz. Nem igaz? A Gina megnyerte az Origent. Gina, de nálam csak Gina. Megnyerte az Origent. Gina az egy randi drog. Na, és? Használt már olyat? Haladjunk tovább. Jó, hallgatás okay. Beleegyezés. Az oldaláról még nem ismerjük. Úgyhogy tökre fasza volt. Volt a sarokban kis zsibvásár, kis pólóvásárlás, kis anyám kínja. És milyen tekintélyparancsoló volt a patrónus bőrszekció. Azt a betyár mindenség. Nagyon kerek volt, hallod? És így kiraktuk a táblát, hogy patrón. Utána a vége felé mondta, nem a Lackó Attila, fú, fajbelőttök. Szerintem a Peti volt. Peti, igen, hogy jó, ez csak, hát ezt tudtátok, hogy ez ilyen, hogy ki se lehet belőle szállni. Hát mondom, hát, ez a dolgotok, direkt hogy azért kaptátok. Direkt azért kaptátok, hogy ne tudjatok fölállni. Úgyhogy az összességét tekintve szerintem baromira jó volt, pláne, hogy nekünk ez volt az utolsó nagy megmozdulásunk így a május 20-ai határidő előtt. Aztán csináltunk ilyet minden héten, de nehéz lenne überelni. Nekem az jutott még eszembe, amíg ott voltunk, hogy egy ilyen majálissal egybekötve mennyire durva lenne. Ilyen kis virslisütögetés, összétterelgetve az emberek. Emlékszel, Krisztián, a Dunaparti három napos egyesületi rendezvényre, a Fekete Lufisra? Igen. A Kopaszigát? A Kopaszigát, igen. Hát az volt. Barbecue és borfesztivál volt eredendően. Barbecue és borfesztivál, amiből így kiraktak minket gyakorlatilag a szélére. De akár csinálhatunk is ilyen jamborit. Az klassz volt, ott lehetett heverészni a fűben, meg ilyesmi, csak hát pont a Kerek Podcast évszámok vagy adásszámok azok mind ide korra tavaszra esnek, amikor az időjárás még nem annyira alkalmas, hogy magunk alá gyűrjük a természetet. Hát ezen gondolkoztam én is, hogy vajon fog-e ez a jogszabály finomodni. Tehát ha én kibérlek egy helyiséget, és ott nem tiltom meg a dohányzást, akkor mi történik? Mert azért lássuk be, hogy az összes dohány szakipari kiállításon mindenki gőzöl, füstöl, mint a gyárkémény. Oda valamilyen speciális engedéllyel lehet. Mondjuk Magyarországon nem tudok róla, hogy lenne ilyen hasonló jellegű dzsembori, de biztos, hogy van erre valami engedély, amit majd esetleg nekünk sűrűn kell kérni egy ilyen összejövetelre, hogyha szervezni akarunk. De hogyha szabad levegőn csináljuk, akkor meg... Akkor nincsen gond, csak télen ezt elég nehéz így. Tehát az, érted, lesz a fanyűvőbe, egy találkozó, azt hát gyakorlatilag ezt nem mondja, mert a büdös életben nem lesz többet a fanyűvőbe találkozónk. Most mondtam valamit, Csáli. Ja, jó. Tehát az, hogy te mennyire, ezt most hagyjuk. De mi az, hogy te mennyire? Hát megmondták, hogy ott nem akarják többet, hogy elcigis találkozó legyen. Jó, hát akkor nem lesz. Tehát akkor a könyöklőbe, az úgy jó. Hát ha tudnám, mi az a könyöklő, akkor... Hát én se tudom. Én tudom, mi az a könyöklő, ilyen 1,40 m magasan van, és így rá tudod tenni a könyöködet. Hát tök mindegy, tehát hogy bárhol szervezel egy ilyen találkozót télen, akkor az úgy fog kinézni, hogy tudod, kimegyek, na kóstold meg a kazánomat, és akkor gyakorlatilag nem is tudom, a kocsma előtt van a találkozó, és néha lemész melegedni. Mert ennyi erővel kint az utcán is megcsináljuk, bérlünk tudod ilyen infragázos melegítőket, azt alatta meg asztalok vannak, azt hello. Tehát az is lehet, hogy ez lesz a jövő. Nem tudom. Érdekes lesz. Akkor már helyszínjavaslatom is van. Ó, mondjad, Krisztián. A képviselői irodaház udvarán kéne tartani. Igen, az nagyon meleg volt az a melegen tartó. Na de hogy egy picit visszafűzzek még, mert nem csak nekünk volt véleményünk a találkozóról, hanem az ott jelenlevőknek is, és 2 darab picit hosszabb, tartalmasabb írás született. Az egyik pont a második helyezett Tóth Gyulától, aki a kvízkérdés sorozatban második helyezett lett. Ő írt a csoportba egy kis összefoglalót, ezt felolvasnám engedelmetekkel. Halljuk. Azt mondja, hogy a 100. podcast találkozó számomra hihetetlen élmény volt. Ez volt az első, de nagyon remélem nem az utolsó találkozóm. Rengeteg iszonyat jófej ember, elképesztő mennyiségű eszköz és az a gőzmennyiség. Külön köszönet az Inferno kóstoltatásért, repetáztam is párszor, nagyon jó. A Pilvax Liquidtől még mindig csak kamillázok, nekem a régi szivarfüstös kocsmázós esteket idézi fel egy palackozott időutazás. Végre élőben is láthattalak titeket, egész este úgy éreztem magam, mint Gombóc Artúr csoki gyár látogatáson. Köszönöm nektek, és mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult ehhez a felejthetetlen naphoz, köszönöm. Sajnos a tervezetnél előbb kellett távoznom, de az ideges nőt ne vártas elv érvényesült. Zalaegerszegen lakom, ahol sajnos még kevés a lelkes gőzlér, de talán itt is meghonosodik egyszer. Utóirat. Az egész találkozó alatt hiányérzetem volt, most már tudom miért. Béla nem énekelt, és senki nem bámult meg, hogy azt meg mit csinál. Még egyszer, nagyon köszönöm. A másik pedig az egyik tüdő felajánló, aki Debrecenbe is lelátogatott, ő pedig nem más, mint Mizei Matyi volt, és ő is írt egy kis beszámolót. Ő azt mondja, hogy kicsivel 4 után érkezett ismerősével a helyszínre, ahol már teletömött kocsma és fergeteges hangulat fogadott minket. A bárpult előtt sikerült helyet bugáznunk, majd nem sokkal később egy derült égből felszabaduló asztalt sikerült megszereznünk magunknak, egyenesen a 3 grácia emelvénye előtt, így páholyból nézhettük végig az eseményeket. A felvételek kezdetén szinte azonnal előkerült az Inferno, amit Charlie egy hatalmas köhögéssel be is mutatott. Az nem köhögés volt, az küzdelem a túlélésért, fiúk. És felajánlott a kóstolásra. Természetesen elsőként álltunk fel, és elsőként köptem ki a belemet is tőle, tényleg brutális a cucc. Voltak gyíkemberek, akik nagyon bírták, de a legtöbb embernek nem fog az állandóan szívott lekvidek listájára kerülni. Hihetetlen. Ezek után kicsit lightosabb témák következtek, alattuk folyamatosan tartott az Inferno kóstolgatása, és nem sokkal később jött a kvíz. Itt szeretném nagyon szépen megköszönni a blogom és a nevem felvételét a kérdéssorba. Engem konkrétan meghatott, hogy látom. Nem számítottam rá, számomra ez volt az este egyik legnagyobb ajándéka. Komolyabb témák következtek, ami így visszahallgatva nagyon jók, hogy vannak, mint mindig, de ott a helyszínen sajnos a háttérzaj és a találkozó hangulata miatt szinte azonnal a majd visszahallgatom sorsra jutott. Így tehát ez alatt egymásét fogdostuk, kóstolgattuk, nézegettük, mint egy bármilyen találkozón, vagy az éppen hallott dolgokról beszélgettünk, sörözgettünk, eszegettünk. A figyelmet a néha-néha erre-arra kiszólásokkal, a történésekre, észrevett dolgokra való reagással tartották fent a srácok. Vendégszereplőket is bevontak, ezzel a visszahallgatott adás fényét növelve. Mindezek után gondoltak egyet, felálltak, és egy mikroporttal elkezdtek körbe menni az emberek sokaságán, és itt-ott kérdezgettek, beszélgettek, erre a részre viszonylag sokan elkezdtek figyelni, nagyon jó ötlet volt. Később jött még a tombola, megszámlálhatatlan mennyiségű készülék és lekvid került kisorsolásra, szinte csak az nem nyert, aki nem vett tombolát. A tombola után sajnos azonnal megcsappant a jelenlevők száma, így tekinthettük ezt az est végének, azonban így is sokan maradtak. Itt jött Lackó Attiláék tortája, visszafogtam magam, és megvártam, hogy lemenjen a nagyja sor, így magamnak csak a villágtányérja maradt, isteni volt, kéretik lekvidként is gyártani, előrendelésben igényt tartanék 3-4 literre. Több említésre méltó dolog már nemigen történt, aki részletesebben kíváncsi az eseményre, hallgassa meg a podcastet, nézzen utána, kérdezősködjön, nézze vissza a livestreamet, ami hamarosan érkezik, igen, érkezik, és bánhatja, ha nem vett részt, felejthetetlen élmény volt. Olyan szinten elfáradtam a rengeteg élményben és gőzölésben, hogy sikeresen lekéstem 3 buszt és vonatot, majd felszálltam a zónázó helyett egy másfél órával több utazási idővel rendelkező vonatra, mint ami szükséges lenne, ráadásul pár üléssel arrébb ment a jaj de sukár vagyok végtelen ciklusban egy gypsy rádióból, ami nemigen javított a helyzeten, de boldogan értem haza. Szeretném megköszönni, itt van a 3 neve, a 100 adást, aminek minden egyes perce arany, a szinte családias közösséget, ami köré épült, a rengeteg munkát, időt és áldozatot, amit befektettetek és fektetni fogtok hétről hétre az adásokba. A két fergeteges találkozót reméljük lesz még, akárhogyan is. És ezen most fogjátok a karfáját a széknek, mert én is meglepődtem. Eddig 170 óra, 37 perc, 25 másodperc összadásidőt. Mindent, amit értünk, tesztek. Köszönjük. Hát ez megható volt. Igen, mind a kettő. Nagyon kedves. Hát köszi, hogy hallgattok minket. Tényleg azt el is felejtettem mondani, hogy mindig, amikor ekkora tömeggel szembesülök, hogy ennyi ember kíváncsi rá, amit hétről hétre összehordunk, egész egyszerűen elképesztő. Azt ne felejtsük el megköszönni egyébként még egyszer a magánszemélyeknek, a cégeknek a felajánlást, és én külön megköszönném annak a 4 embernek, akik ott voltak és segítettek nekünk, mert baromira nehéz lett volna megoldani a segítségük nélkül akár a tombola árusítást, akár a rendszerezését a nyereményeknek, tehát ott a Dénesék, Tamásék, Borisék nagyon sokat segítettek, és Déneséktől például kaptunk... Hát nélkülük köpni-nyelni nem tudtunk, igen, volna valószínűleg, igen. Dénessék rögtön úgy állítottak oda, hogy egy martini pesgő, és a címkéjén ott volt a flyerünk, tehát ez a jubileumi 100. podcast volt gyönyörűen rárakva a pesgőre. Hát az zseniális volt. És hát még egyszer ugye köszönjük, hogy ott voltak a segítők is, meg ott voltak ugye a hallgatók is. Úgyhogy baromi jó volt szerintem, és tényleg lehetetlen lett volna a 4 ember nélkül megcsinálni, nem csak a mi érdemünk, hiszen láttátok, hogy mindenki mennyit rohangászott, Kocsis Tomi segített ott a hangosítás kiépítésében, mert nagyon feszített volt a tempó az elején, aztán már egy picit volt időnk szusszanni, de addig tényleg emberfeletti volt. Az összes segítőnek mélységesen mély tisztelet és köszönet, mert tényleg nagyon sokat segítettek nekünk. Boris, Kocsis Tomi, ki volt még? Garamvölgyi Dénes és a Garami Gábor. Dénes. Tehát mindegyik őtök aranyat ért ott abban a... Közben volt egy áramszünetünk itthon. Ó, azért pottyantál ki. Hát a laptop meg a rögzítés nem állt meg, de a switch meg a router így pütty, lekapcsolt, úgyhogy gyakorlatilag majd meghallgatom a podcastet, hogy a Charlie idáig mit beszél. Igen. Hát ezt mondtam egyébként, amit te is mondtál, hogy kinek és mit köszöntünk meg. Egy picit nekem szűk, a színpad asztalok nélkül nagyobbnak tűnt. És így, hogy lent volt a vászon, meg az asztal ott volt, ami nagyon... Hát így szűk kim volt, igen. A szélén, az ott bent ülve nekünk Mújóval nagyon szűk volt. Tehát néztem én is, hogy Mújó is, meg én is sokszor-sokszor beledöltünk a vászonba hátul, de hát mindegy. Szerintem... Görnyedni kellett előtte, de hát ez legyen a legnagyobb baj. Szerintem egyébként... tökre jó sikerült, így visszahallgatva is az a podcast felvétel, tehát nem volt vele semmi probléma, alig kellett utómunkázni. És hát túl vagyunk 100-on, basszus, fiúk. Több mint 2 év. Egyébként megdöbbentem rajta én is, Charlie, mert meghallgattam, hogy ugye ott abba a folyamatos zsongásba én meg voltam róla győződve, hogy hát öcsém, ebből mi lesz? Fogalmam nincs. 3 olyan mikrofon, amit gyakorlatilag mi soha nem használtunk, ebből 2 kikapcsolós, 1 nem kikapcsolós, és még akkor ott körbe is mentünk egy hordozhatóval. Hát mondom, öcsém, ebből mi lesz? És végighallgattam, és tök jó volt. Vigyázzál, Charlie tudja, mit csinál. A te sávodnál kellett néha, hát nem néha, a tiédet mindig vágtam, mikor nem beszéltél, mert ugye a mi 2 mikrofonunkból szűrődött be annyi tömegzaj, hogy az pont elég volt, meg néha Mújó felejtett el kikapcsolni, lenémítani, de egyébként tényleg tökre jó volt szerintem, tehát egy kicsi hangulatot is adott neki, hogy lehetett hallani, hogy van mögöttünk tömeg, igen. Lehet, hogy ez kéne zene helyett, Charlie, ilyenkor, és ilyen normál podcast alatt, érted? Ezért... Akkor majd kivágok onnan ilyen, mit tudom is, ilyen 15-20 másodpercnyi zsibongást, és azt így loopba végtelenítve berakom alá, mintha mindig egy kocsmába ülnénk. Tudod, így néha hallaná egy ilyen kór, gyógycsaj, takarodj, Orbán, takarodj, nem tudom, tehát legyen valami kis politikusság is benne, vagy akármi. Pufajkás, pufajkás, ilyesmire. Nem úgy 8 év. Nem úgy 8 év. Szerintem ezekből így össze lehetne dobni egy ilyen abszurd alapzajt. Az. Na jó van, jó fiúk. Csapassuk a témákat? Már egy picit belevágtunk, mert ugye ez volt a negyedik pont, a pár szó a találkozókról, de van a még pár egy... Pár szó, 3-4 óra retrospektív. De jó volt, na hát ki kellett beszélni az élményeinket szerintem, mert benned ragad azt olyan, mint a szorulás, az nem szabad. Na. Érted, és akkor egyszer csak ki akar jönni, és mindig olyankor jön ki, amikor nem kéne. Igen. Azt mondja, mi lesz akkor belőle? Abból sosincs jó dolog, ha visszatartod. Ez olyan, mint a puki. Na de, hogy kicsit beszéljünk komolyabb témáról, amit már itt hétről hétre sokszor fölhoztunk, a toborzó. Mert írt nekem egy levelet a kutatásban résztvevő Dávid, most csak hívjuk Dávidnak, amit én kitettem az ecigi tesztekre is, de azt most be is olvasom, mert important. Azt mondja, hogy a segítségünket szeretnék kérni ismét. A debreceni ecigis kutatás anyagában jelenleg mindössze 9 darab értékelhető mérés van, néhány személyt még mindenképpen le kellene mérniük. Hogyha esetleg tudnánk még segíteni egy kicsit a toborzásban, az nagyon jó lenne. Jelenállás szerint ugyanis ennyi adattal nem tudnak nagyobb fórumokon szerepelni, ami csaknem azt jelenti, hogy szinte teljesen hiába analógoztatták ők egy hetet azt a 9 embert, akik vállalták ezt. Gyakorlatilag csak annyit értek el, hogy megkapták a leleteket, és ennyi. Publikálni az eredményeket így nem tudják. Úgyhogy bízva a támogatásunkban, és köszönve az eddigi segítséget, üdvözlettel, Dávid. Ezt én kitettem, de most az adáshoz is ki fogom tenni. 9 embert, tudjuk, hogy nagyon nehéz, meg nagy áldozat, de hát ha van még, és ott van, ami... Már mi is mondhatnánk, hogy nekünk is van egy jó doktorunk, igaz? Ó, hát persze. Igen. Mert ott van már hogy nem tudom, hogy arra a doktorra gondoltok-e, akire én, de a Patronon írt, amit igen, múltkor is beolvastunk, hogy ő még az utazást is, még, ha kell, még szállást is biztosít azoknak, akik vállalják ezt, mert ő nem tudja, hiszen leírta, és el is mondtuk, hogy miért nem. Úgyhogy induljon a rock'n'roll, fiúk, adjunk értelmet ennek a kutatásnak, és ennyi. Azok, akik megjelezték, hogy lemennének, azok próbálják fölvenni a kapcsolatot vele. Én direkt a poszt alá be is írtam még egyszer, tehát ott van a Mizei Matyinak a blogja, ahol leírt tényleg képekkel minden szírszarra, hogy itt menni, ott menni, hova menni, mikor menni, merre kell kanyarodni. Ott van Lackó Attila blogja, és megint kimondtam. Akkor ott van a vaperhús felhívás is, minden egy helyen összegyűjtve. Hajrá! Kifújtam a gőzt, Charlie. Hallottam. És nem is szörcsögtél. Ja, hát figyelj már, öcsém. Tudod, mit szívok? Kis off. Krisztián. Úgy se tudod kimondani. Nem. Egy dwarf tankot. Oh. Azért majd lesz egy-két észrevételem a a tankkal kapcsolatban, de zseniálisan szép, nagyon jó kidolgozású. Megijedtem, mikor mondod, hogy zseniálisan szép. Hogy mit mondasz? Szép, szép. Tehát erre nem lehet mit mondani, szép. Nagyon jó kidolgozottságú, és én azt hiszem a mi evodjainknak a duál tekeréses fejét raktam bele, tökéletesen működik. Tehát eddig nekem tetszik a történet. Én ezt a fajta teflon drip tippet annyira nem komálom, de jó. Ja, és nem tudom, állítólag mások zacskóba kaptak. Képzeljétek el, hogy a második szériából, ezt szerintem Oszi benézte, második szériából a 42-es sorszámút kaptam. Oh. Hibát-hibára halmoz. Hibát-hibára halmoz. Vagy lehet, hogy ő a 42. széria 42-es darabjára gyúr. Lehet, de így ránéztem az aljára, tudod, mert a... Vagy, ne folytasd, lehet, hogy klónt kaptál. Úristen. És az eredeti 42-es Oszinál pihen. Oh-oh. Vagy klónt kaptam, vagy influenzát, most nem tudom melyiket. És akkor így nézem, sorszám 42, széria 2. Mi van? Hát nem tudom, hogy volt-e mögötte szándék, vagy nem, de így előre is köszönöm ezt a 42-es. S02E42. Igen. Ezt a 42-es sorszámú tankot. És tényleg nagyon szép, nagyon logikusan föl van építve. A levegőzése is tetszik, bár én mondjuk jobban örültem volna neki, hogyha kattan a levegő lyukaknál, de tényleg a ilyen kicsit teli tüdőstől a szájból tüdőbe egy lyukon, tehát nagyon klasszul lehet állítani a levegőzését, és az a megdöbbentő, hogy az a kazántod, ami egy 2 millis sima evodba, vagy egy 1,5-2 millis sima evodba aránylag nem ad nagy gőzt, ebben a konstrukcióban teli tüdőre, tehát önmagához képest sokat tud teljesíteni. Úgyhogy jó tetszik, szerintem megéri az árát, és mindaz mellett ugye magyarok vagyunk, magyar égre magyar ufót, magyar szájba magyar drippert, meg magyar tank kazánt. Hát ennyi. És azért nem fizetett senki, ezért én fizettem, hogy ezt így elmondottam. Balek. Na, akkor viszont csapjunk egy olyan témába, ami akár pozitív is lehet. A hvg.hu-n jelent meg egy cikk, amiben 52 vezető... Bocsánat, nem tudom miért, olyan 42-ről tudod, már csak kettesekkel tudok végzőtetni. Igen. Ne, tudod, délután még 52 volt, de durva. Hát azóta a Charlie. Igen, 53 vezető tudós kéri, hogy ne legyen dohánytermék az e-cigi. Miért írunk le ilyet, hogy e-cigi? A tudósok szerint, ha a dohányterméknek minősíti a WHO az elektromos cigarettát, akkor veszélybe sodorja a dohányzás okozta halálozás és betegségek visszaszorításának egyik komoly esélyét. Ez az 53 vezető tudós csoport, illetve tehát az 53 személyből álló vezető tudósból álló csoport figyelmeztette a egészségügyi világszervezetet, közismertebb nevén a WHO-t, hogy ne minősítse dohányterméknek az elektromos cigarettát. Az ENSZ... mondjuk ki a nevét, mert a főtitkárhoz írták, érted? Akinek olyan gyönyörű neve van, Chán Margit. Igen. Érted? Az ENSZ korábban jelezte, hogy szándékában áll az e-cigarettát is ugye egy kalap alá vonni a többi nikotintartalmú. WHO. De még egyszer mondom, az ENSZ szervezet. Második bekezdés. Jó. Ezzel kapcsolatban novemberben több dokumentum kiszivárgott, amelyben arra utaltak, hogy a WHO ugyanazokat a szabályokat akarja alkalmazni az e-cigarettákra, mint a dohánytermékeket ellenőrző konvenció keretébe tartozó többi ismert termékre. Álljunk már meg egy pillanatra, kérlek szépen. Meg kell, hogy kérdezzem mégis, ki a faszom az a WHO, hogy ő így szabályozgatni akar dolgokat? Hát ugyanaz, hát mint a WPO-nál. A Pfizer szócsöve, Krisztián. Hát ki lenne? Persze, persze, csak érted, ez a fölkelek, kinézek az ablakon, a WHO, mit tudom én, személygépjárműnek minősítette a gördeszkát. És igen, és ki nem szarja le, tehát így vergődne idő. Persze nyilvánvalóan utána a szabályozó testületek meg erre fognak mutogatni, hogy hát a WHO is ezt mondta, de hogy hát ez milyen alapon, hogyan, kik ezek, mik ezek? Hát ő a nemzetközi Beneda. Nemzetközi Beneda, ez jó. Na minden esetre Chánnek jó, hát én meg akkor emberellenesnek minősítem a WHO-t, azt menjenek Genfbe és szépen kasznézzák be őket. Tehát, hogy így mi az Istenről, minek képzelik magukat? Elnézést itt. Perhiszti. Oké. Okay. Tehát a WHO főtitkárhoz címzett nyílt levélben európai, észak-amerikai, ázsiai, ausztráliai tudósok érveltek amellett, hogy az e-cigarettához hasonló kis kockázatú termékek nem képezik a probléma részét a dohányzás elleni küzdelemben, hanem éppenséggel pont a megoldás részei lehetnének, és a tudósok is kimondták, hogy az elektromos cigaretta akár a 21. század legjelentősebb egészségügyi felfedezései közé is tartozhat, sorolható, hiszen valószínűleg 100 milliók életét mentheti meg. De ha ezt, tudjátok, ha ezt egy tudós mondja, vagy egy olyan ember, akinek van köze az egészséghez, akkor azt rögtön azt kell rá válaszolni, hogy nincsen még elég ismeretünk, meg... Minden a nem dohányzók védelmében van. Nem tudunk eleget az elektromos cigarettáról. De ő mikor azt mondaná, hogy de csak azt szeretném megkérdezni, hogy az rá a válaszuk, hogy... Csak egy kérdésről volt szó. Fifika gyorsasága és Mújó hangsúlya így egybegyúrva. Farkas. Igen. Egyébként Gary Stevenson, az Imperial College London tudósa, nyílt levél megírásának egyik szervezője szerint a WHO álláspontja bizarr, és a szervezet keményebben kezeli az e-cigarettákat az európai vagy Egyesült Államokbeli szabályozásnál. És milyen igaza van, tehát milyen bizarr már az, hogy valami sokkal-sokkal egészségesebb, illetve mondjuk úgy, ahogy ők szeretnék, kevésbé káros, mint a cigaretta, de mivel rá tudjuk húzni a sablondumát, hogy nem tudunk róla eleget, és egyébként is, ezért azt mondják, hogy de hát akkor ezt is. Ez a legjobb szó, bizarr. Egyébként, ha végigolvassátok a cikket, akkor valahol van benne egyfajta mögöttes figyelmeztetés, amit jó, hogyha az iparág megfogad. Ugye két lehetőség van. Vagy hagyod az embereket dohányozni, és nem azt mondom, hogy mindenki, mert nyilván láttunk Pipás Pista bácsit 96 évesen, érted a na jó, de Fifika, saját... ez a kivétel erősíti a szabályt. Tehát igen, megkérdezik a japán 120 éves embert, hogy mitől élt olyan sokáig, ő meg azt fogja mondani, hogy egész életemben minden nap pörköltetettem. Na, hát ebből nem tudunk semmit levonni konzekvenciaként. Tehát, hogy így térjenek már magukhoz, hogy mit szeretnének. Mert ha visszakergetik az embereket a dohányzáshoz, vagy nem adnak a kezükbe olyan eszközt, vagy gyakorlatilag most ebben a pillanatban megpróbálják kinyírni azt az eszközt, ami egy csomó dohányost eltéríthetne az egyébként mindannyiunk által tudott életúttól, hogy szívod még 20 évig, azt belehalsz valamilyen szövődményébe, vagy leteszed, vagy átszoksz az e-cigarettára, és akkor nem tudom én, 10 vagy 20 éve többet fogsz élni, mint ami a kilátásod volt eredetileg. És hogyha ezt végig gondolod, akkor a gyógyszeripar nem is tudom, előgondolkodóinak a zsebéig nem jutott még el a történet, hogy egy embert ők igazából akkor tudnak jól hasznosítani, hogyha minél több gyógyszert tudnak neki eladni. Ez gondolom bármennyire ordas gondolat is, de hát a gyógyszeripar így gondolkodik, nem? De. Hát nem az, hogy így gondolkodik, hanem ez nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló. Ez az üzleti modelljük alapja. Igen, egy dohányos, aki 20 évvel kevesebbet él, érted? Az nem jó a gyógyszeripar. Pont az utolsó 20 éve tűnik el, amikor marékszám kell lenni a gyógyszereket, és még 2 marékkal a mellékhatások elleni gyógyszerek. De ha belegondoltok... Hát ezek levágják a... Felhízla a disznót. És gondoljatok bele, hogy... Hamarabb levágják a disznót, mint ahogy kéne. De figyeljetek már egy picit, ha halljátok a hangomat. Tehát ők igazából... Ez egy win-win szituáció nekik, mert vagy... megdög lesz kurva korán, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de ha kurva korán megdög lesz, akkor a társadalombiztosítás jár baromi jól, hiszen nem kell, nem is a társadalombiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, bocsánat, mert hiszen de akkor... Az nem bevétel a gyógyszeriparnak. Várjál már egy picit. Így van. Tehát vagy a nyugdíjbiztosítás jár kurva jól, vagy ha meg odáig elhúzod a beleidet, és cigarettáztál, vagy bármi más csináltál, tök mindegy, akkor meg nézze mindenki körül az környékén az idősek között, hogy hányan járnak hetente, 2 hetente gyógyszert feliratni az orvoshoz rendszeresen, és hányan szedik ilyen kis hétfőket, szerda, csütörtök, péntek oszloppal, vagy felirattal ellátott kis oszlopból naponta minimum 4-5 szem korinfár, meg ilyen vérnyomás csökkentő, meg olyan vércukorszint, meg az anyám tudja micsoda gyógyszereket. Véralvadásgátlók, stb. Tehát ők közvetlenül mind a 2 esetben kurva jól járnak, és te nem fogsz addig élni dohányosként, hogy ők nagyon szarul járnának vele. És ami a legmegdöbbentőbb, hogy ezt lemerik írni, kimerik jelenteni, hogy... Ugye május 31-én lesz a dohányzásmentes világnap, és kiadtak kedden egy nyilatkozatot, hogy a dohánytermékek adójának emelése a leghatékonyabb módja a dohányzás visszaszorításának. Kívánom nektek, hogy baszódjatok meg. A szervezet nem úgy, is az a durva. A szervezet, bocsánat, úgy becsülte, hogy a 2012-es adatokon alapuló számítások szerint, amennyiben minden ország 50%-kal emelné az adóját a dohánytermékeknek, akkor a következő 3 évben 49 millió dohányos szokna le, és végül 11 millió életet lehetne megmenteni. Véletlen sem azon gondolkoztak, hogy ha emelnénk 50%-kal az adót, akkor az mennyi adóbevétel lenne, hanem itt csak az életek megmentése lebeg a szemünk előtt. Gyerekek. Hát javaslom azonnal szentély avattatni őket. Álságos, hazug, kétszínű szemét disznók. Egyrészt, másrészt meg ugye a fekete piac. És mondok egy nagyon durvát, nem mondom meg, hogy melyik országba, de hogy lehet látni a dohányforgalmazóknak, hogy választási kampány szakasz következik. Tudod miből? Leesik a dohány forgalma. Érted? Tehát hivatalosan azért baszki, mert 1, 2, 3, 4, 5 kamion cigarettát beintenek az országba kampányoló pártok. He? Ezt most nem értem. He? Kurva egyszerű, Charlie. Tehát jön egy választási szakasz, érted? Ez egyébként Európán kívüli országról beszélünk. Jön egy választási szakasz, a dohánygyártók fölkészülnek rá, hogy most, öcsém, 30%-a kevesebb cigaretta fog fogyni, mert a politikai pártok beintetnek a határőrizeti szervekkel karöltve 2, 3, 4, 5 kamion dohányárút, és annak a bevételét, a fekete piaci bevételét a pártkampányra használják föl. Ja, most már értem. Oké. Érted? Igen. Szóval kemény. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Mellesleg a gyógyszeripar is ugyanezt a játékot, ezt a húz, megerezd meg. Érted? Tehát amikor arról beszélnek, hogy a jövedéki adó bevételeket mondjuk a dohányárun emelni akarják, vagy arról gondolkodnak elő, hogy az elektromos cigarettát jövedéki adó alá veszik, és ugye úgy kezelik, mintha dohánytermék lenne, akkor abban a pillanatban, tehát idáig el se szabadna jutniuk az ECG kapcsán például. De abban a pillanatban mi fog történni? Hihetetlen módon felerősödik a fekete piac, érted? Azt azért lássuk be, hogy tiszta nikotint becsempészni az ablakmosóba sokkal egyszerűbb lesz, vagy minden autót megállítanak a határon, azt nézegetik az ablakmosót, hogy abban éppen mi van, mint mondjuk 300 karton cigarettát. Tehát én egyébként attól rettegek, hogyha bevezetik a jövedéki adót, itt Európában egy olyan mocskos háttérpiac fog kialakulni, ami egyáltalán nem tesz jót a vépelőknek. És akkor tényleg lesz olyan, hogy szar lesz az e-cigaretta, mint ahogy annak idején, ha emlékeztek rá, a pancsolt alkoholok, amikor megvakult a hülye, mert 100 forintért vette a pálinkát, ami kiderült, hogy nem is olyan alkoholból van, mint amilyenből kéne, hogy legyen. Tehát ez mind ezeket a folyamatokat erősíti föl. És ez hazugság, tehát most mondom, ez hazugság, hogy egy jövedéki adó emelés ennyivel tudja visszavetni a nem dohányzók számát. Ezt mindenki tudja. Hát ez a kézkezet most. Hát mint tudjuk, Charlie, olvasol szerintem az utolsó bekezdés is, és akkor kipipáltad a cikket, és aztán akkor reflektáljunk rá. Mert én kifejtenék. Azt mondja, hogy a dohányzás szedi a legtöbb halálos áldozatot a világon a megelőzhető halálokok közül. A statisztikák szerint évente közel 6 millió ember életét követeli, közülük több mint 600 000 nem is dohányzik, 600 000 nem is dohányzik, csak passzív dohányos. A WHO figyelmeztetett. Megfelelő beavatkozás nélkül 2030-ra évi 8 millióra emelkedhet a dohányzás miatt elhunytak száma. Na és akkor most nekiugrok a torkának. Szóval egyrészt ez a kézkezetmos dolog, tehát a WHO meg a kormányzatok, azok ugye kéz a kézben örülnek egymásnak és művelnek kimutathatatlan dolgokat a pad alatt egymás testrészeivel. Egészen gusztustalan, ahogy így próbálnak ráerősíteni az egyik a másik oldalára. Én azt látom ebben az egészben egyébként, hogy a WHO most azért vergődik rettenetesen, mert ugye Amerikában is beindult a szabályozgatás, Európában is beindult a szabályozgatás, és valamiért nem olyan, nem lett eléggé szemét a szabályozás, mint amennyire a WHO szerette volna, úgyhogy most ő is kinyitja a száját és hangot ad neki, és majd októberben Moszkvában megint jól kitárgyalják, hogy mi a fene legyen az elektromos cigarettával, és akkor majd jól megmondják. Azt ugye pontosan lehet tudni, hogy a gyógyszeripari cégek tartják el és fenn a WHO-t, tehát igazándiból pont ugyanazok az érvek, pont ugyanazok az érdekkörök könyökölnek ki, mint a közismert elektromos cigaretta ellenző emberek oldaláról, abból élnek, amit a dohánycégek, gyógyszeripari cégek fizetnek nekik. Na hát érdekes, hogy nem tetszik nekik az elektromos cigaretta. Nyugodtan szóljatok közben, mert most szófosás kaptam, itt fölírtam magamnak néhány vezérgondolatot. Nem szóltok közbe? Nem, mondjad. Nem merünk. Az egyik legdurvább az az, hogy a WHO közölte, hogy az e-cigarettákkal kapcsolatos álláspontja még nem alakult ki. Hát ez mindig közli. 10 év alatt nem alakult ki. a megfelelő álláspontja, de annak ellenére, hogy nem alakult ki az álláspontja, rőffel véggel állandóan figyelmeztet, hogy ezt az elektromos cigarettát ne, ezt be kéne tiltani szerintem azért a nyilvános területeken, hát ne. Tehát most vagy van álláspontod, vagy nincs. Ha nincs álláspontod, akkor fogd be a pofádat, és ne beszélj hülyeségeket. Emlékeztek a WHO tisztségviselőre, aki azt mondta, hogy az elektromos cigaretta rosszabb. Mert nincs rajta füstszűrő, rajta filter. Hülye. Szóval ez az egyik fele, tehát hogyha az az álláspontja, hogy nincsen álláspontja, akkor lehet kussolni. A másik, ami nekem nagyon kiveri a biztosítékot, hogy az adónöveléssel a következő 3 évben 49 millió dohányos szokna le, és végül 11 millió életet lehetne megmenteni, valamint a WHO figyelmeztetett, hogy megfelelő beavatkozás nélkül 2030-ra évi 8 millióra emelkedett a dohányzás miatt elhunytak száma. Hogy megvan a beavatkozást, és szerencsétlen fogyatékos idióták, úgy hívják, hogy elektromos cigaretta. Ha békén hagynátok, akkor ott lenne a megfelelő beavatkozás, és szépen csökkenne a dohányosok száma, esne vissza a dohányzás által szedett halálos áldozatok száma, és beljebb lennénk. Krisztián, hidd el, hogy rá fognak jönni, hogy ez alternatíva. Elmondjam, hogy mikor fognak rájönni? Na mikor? Amikor kivetik rá majd a jövedéki adót. Ja, akkor azonnal ez lesz, ahogy hívják, az új medveagyma, igen. Konkrétan. És szépen, hát mint ugye a WHO-nál is politikusok vannak, csak egészségügyi politikusok, hogy a köpönyek forgatásos kétszínűség majd beköszön, és úgy csinálnak, mintha az elmúlt 5-6-7 év nem is lett volna. Ja, mi nem? Hát mi nem, soha nem elleneztük. Nézzék nem, meg hát itt a nyilatkozat. Hiszen nem azt mondták, hogy nem nincs, volt álláspont. Nem, most már van. Rájöttünk, és mi vagyunk annyira gerincesek, hogy kimondjuk, hogy eddig tévedtünk. Most, hogy már van jövedéki adó, most már sokkal egészségesebb. Nem tévedtek, mert eddig nem mondtak semmit, ugye? Mostanra éreznek, hogy ez egy nagyon szuper dolog. Azért durva ez az egész igazából, mert átfűznék félig arra a cikkre, amit most már hetek óta görgetünk. És abban is hosszasan taglalja az a cikk azokat, amiket már ezerszer átbeszéltünk, de van benne egy nagyon érdekes gondolat. És az, hogy az új veszőparipája az elcigi ellenes szócsöveknek az, hogy az elektromos cigaretta nem ártalomcsökkentés. Vannak emberkék, például ki a fene ez? Dr. Linda Richter, aki egyértelműen ellenmondás nem tűrően kijelentette, hogy márpedig az elektromos cigaretta nem megfelelő formája az ártalomcsökkentésnek. És ezt halljuk innen is, onnan is. Hát nem, ez nem ártalomcsökkentés, mert egy csomóan mellette még dohányoznak. De hát könyörgöm, napi 24 órából áll egy nap. Ha annak a felébe már nem dohányzol, hanem elektromos cigarettát szívsz, akkor kevesebb cigarettát szívsz, tehát csökkented a szervezetedet érő ártalmat, annak a mennyiségét, ergo kárcsökkentesz. Hogy képesek szemrebben és nélkül azt mondani, hogy hát ez nem ártalomcsökkentés, amikor a hülye is látja, hogy ez ártalomcsökkentés. Ha már 1 szállal kevesebb cigarettát szívsz el, akkor 1 szállal kevésbé károsítod a szervezetedet. Ha egy dobozzal kevesebbet, akkor meg nagyon sokkal kevésbé károsítod a szervezetedet, és képesek ezt mondani, hogy ez nem az. Képesek azt mondani annak ellenére, hogy a pár hete kijött angol tanulmány szerint évről évre Angliában kb. 22 000 emberrel több szokik le a dohányzásról, az egyértelműen az elektromos cigarettának köszönhetően. Tehát nem is az, hogy az emberek kevesebbet dohányoznak, de értékelhető mennyiségű ember szokik le az elektromos cigarettának köszönhetően. Ott volt a CDC tanulmány ugye a nyár végén, amikor kimutatták, hogy az előző évben leszokottak 45%-a vagy mennyi az elektromos cigaretta segítségével szokott le használt elektromos cigarettát. Ezek mellett, a tények mellett, hogy a viharba képesek még mindig, persze van az a pénz, amiért korpásodhat az ember haja, de hogy kimernek állni és ilyen blőd baromságokat mondani, hogy ez nem ártalomcsökkentés. És ha visszafűzek a WHO-ra, mit akar a WHO? csökkenteni a dohányzás által okozott ártalmat, úgy globalice az emberiségre nézve. Mit csinál az elektromos cigaretta? Ártalmat csökkent. És ezeknek 10 év alatt sincs kialakult véleményük az elektromos cigarettáról, és kurogatni akarják az elektromos cigarettát, és veszélyforrásnak próbálják beállítani, dohányterméknek akarják minősíteni. Egészen észbontó srácok, tehát elképesztő. Az az elgondolkoztató, hogy kettő dolog. Az egyik, hogy ennyivel fontosabb valaki számára mindig, ha megkérdezel valakit, de mondjuk leginkább az idős embereket, hogy mi a legfontosabb, Marika néni? Jaj, csak legyen egészség, fiam! Na, tehát ezeknek az egészségnél sokkal fontosabb a pénz. 2, és ez a legfontosabb, nincs a környékünkön egy olyan, az ő környékükön egy olyan ember, nem mint mi, hanem egy ismerőse, tök mindegy, aki oda menne, tarkon baszna, és azt mondaná, hogy te teljesen hülye vagy. Ezek szerint egyébként nincs. Hát ez az is... Bocsánat, mondjad, Fifika, nem? Nem mondjad. Az jutott erről eszembe, amit mondasz, Charlie, hogy a társadalom ugye alapvetően mélységesen megveti azokat az embereket, akik szánt szándékkal életeket oltanak ki. Ugye, hogyha kiesik a kezedből egy könyv, az erkélyen leesik és beveri valakinek a fejét, akkor is gondatlanságból elkövetett emberülésért teljesen simán bekasznizhatnak. Az egyik legdurvább szentségtelenség más életének a kioltása. Hogyha ezt pénzért csinálod, akkor az még durvább. És ezek az emberek alapvetően ezt csinálják, torzítják a valóságot, hazudnak, megpróbálják befolyásolni egy teljesen fals irányba szerencsétlen dohányosoknak az érzékelt veszélymennyiségét az elektromos cigarettákkal kapcsolatba, és nem egy élettel, nem 2 élettel, itt írják, 2030-ra évi 8 millió élettel játszanak. Igen, mindezt csak, azért, hogy legyen igen, még egy jacht. Krisztián, csak ez nem olyan hirtelen, mint hogyha a könyv a 10. a fejedre esik, vagy a zongora lába kitörik és eltöri a lábadat, hanem ez egy ilyen sok éven át, tudod, hisz nincs még elég tapasztalat 10 év alatt. Tehát egy ilyen sok év alatt kiderülő, kidolgozó dolog ez, ami kidolgozza saját magát, mint hogy a cigaretta sem volt az elején káros, hiszen az orvosok is ajánlották, mert az én orvosom kemelt szív. De ez pont olyan, mint hogy az amerikai fociban is mostanra jutottunk el odáig, hogy kimerik mondani, hogy már pedig kurva nagy kockázata van úgy unblock az egész amerikai futballnak, hiszen amikor 2 ember kontakt sportban, tehát test-test ellen ütközik, olyan erőhatások érik a fejüket, bazd meg, az amerikai futball focistáknak, leginkább a támadóknak és a védőknek. És hiába van rajtuk az a hatalmas pufi védőöltözék. Tehát konkrétan a defense és az offense sor, az konkrétan kurva sok ember, a mezőnyjátékosok döntő többsége ebben a 2 sorban van, hanem speciális játékosok. Őket érinti. És mostanra merték kimondani, hogy igen, ennek köze van ehhez és ehhez a halálesethez, vagy ha csak nézed a Bowlers-t, nézed? Mondd már ki a szikla játszik benne, Dwayne Johnson. Ott is ugyanez a téma, hogy mennyire fosik ezért elmenni az orvoshoz. De kimondták x évvel azután, hogy ez a sport kimondva kimondatlanul, de szedte ezeket az áldozatokat. Nekünk is az kell, csak sajnos mivel mi tehát mi nem ölünk ezzel, hanem életet mentünk, nem mi, hanem az elektromos cigaretta, ezért nem tudsz magad mögé felsorakoztatni negatív érveket, csak a cigarettát tudod súlykolni, hogy a cigaretta milyen káros, meg hány ezer ember, hány millió ember, és ha már egy pici közös halmaz van, és megtalálták azt a közös halmazt, ezt a kurva rossz elnevezést, hogy e-cigaretta. Ráhúzzák, és akkor az emberek fejében sokkal egyszerűbb egy ilyen, mint egy dallam tapadást, hogy e-cigaretta, cigaretta, káros, mindkettő káros. És ezt elég elültetni a bogarat a füledben, és onnantól kezdve, mint egy vírus marketing terjed, és nekik csak így le kellett pöckölni egy ötlet mondatfoszlányt, egy gondolatfoszlányt. De hát közvetve embereket ölnek millió számra. Igen, de nem tudod kimondani, hogy közvetve embereket ölnek millió szám, hiszen ez nem a háború, ahol melkason lőnek, és 2 másodperc múlva meghaltál. Akkor megfordítom, mondom másképp. Létezik ugye az a tényállás is, hogy segítségnyújtás elmulasztása. Igen, és ők ezt csinálják. Tehát úgy néz ki ez az egész, mintha a dohányosok benfuldokolnak a parton, a parttól nem messze, és kínnál a WHO, meg kínnál a Nefi, a Demjén Tiborral, meg a Benedával, ott piknikeznek a parton. És sörözgetnek mondjuk a gyógyszergyári pénzekből. És benfuldokol a tóba szerencsétlen dohányos. Segítsetek már, ó jaj, nem tudunk úszni. De ott egy bot, nézd, az van ráírva, hogy e-cigaretta. Jaj, piszkos az a bot, én azt nem fogom meg. Forduljunk el. Nem, ilyenkor a Beneda azt mondja, hogy itt van nálam egy mentőv, az van ráírva, hogy letettem a cigit, vagy leteszem a cigit, vagy mi az ő oldaluknak a neve? Mert a miénk letettem. És akkor így bedobom, hogy letettem a cigit, olvasd el, mi van rajta, és egyből megmentünk. Vagy már majdnem mondtam, hogy hával kezdődik, és egy gyülekezet a vége, hogy ott is ez van, hogy majd ha azokat az elveket vallod, amit én, akkor kihúzlak a partra. Persze, csak ezeknek az embereknek az a hivatása. Erre tették le az esküjüket, hogy ember életeket védelmezzenek, jobbá tegyék az egészségét, segítsenek várjál, papíron. Ott nincs, tehát ez nincs még leírva. Nem is az, hogy segítségnyújtása, elmulasztása, amikor de nincs leírva, hogy hány embernek az életét, a saját életét megmenti. De itt elvekről van szó, persze szarrágni lehet, hát ezt csinálják, ők is szarrágnak megállás nélkül, és kiforgatják a tényeket. Tehát saját életük ettől jobb lesz, mert a zsebük vastagabb lesz. És, tehát ennél mocskosabb, szemét, aljasabb, nem jut eszembe a kifejezés, mindjárt eszembe jut. Mondjad addig. Tróger. Na de amit mondtam neked, hogy amíg ez a cigaretta is ilyen lassan öl, addig ő nyugodtan tetszelekhet abban a szerepben, hogy már pedig én azzal, hogy megemelem a jövedéki adóját például, ezzel életeket mentek, hiszen ezzel is azzal, hogy megemelem az most már 1000 forintos cigarettát mondjuk 1400 forintra, még kevesebb emberhez fog eljutni. Fog a büdös lófaszt fog. Nem, hát ezt bármeddig reszelhetjük ezen a fingot, mindig lesznek olyan emberek, akik eladják az álláspontjukat, meg a lelküket 13 ezüst rajcárért. Pont ezeknél az embereknél halmozottan súlyosabb a szitu. Tehát, hogy ennyire visszaélné a beléjük vetett, ezt kerestem, ennyire pofátlan, aljas, szemét módon visszaélni a beléjük vetett bizalommal, ez egészen elképesztő. És akkor tényleg mondanak ilyeneket, hogy figyelmeztetünk mindenkit megfelelő beavatkozás nélkül. Hát már az megfelelő beavatkozás lenne, hogyha abba hagynák az elektromos cigaretta kurogatását. Már azzal több életet tudnának megmenteni a dohányosok közül, mint az elmúlt 10 évben az összes szaros leszoktató bizbaszaikkal együtt. Egészen hihetetlen. És átkanyarodnék a másik még az előző. Nem kanyarodsz, mert én is végighallgattam mind a kettőtök érvelését. Azt hittem azt mondod, hogy mind a kettőtök fasságait? Nem, mind a kettőtök érvelését. Nekem tudod, mi jutott eszembe, hogy a Charlie jobban hozzá tud szólni, te nem annyira, Krisztián, mert te nem annyira volt, tehát úgy tudom, katona. De szinte sem ennyire. Igen, hogy Magyarországon annak idején egy hadgyakorlatban a veszteség az ezrelékben volt megadva. Tehát azt mondták, hogy 1000 emberből egy had, tehát nem arról beszélünk, hogy háború van, hadgyakorlat. Tehát demo. Egy ilyen demo megmozduláson azt mondták, hogy fél ezrelék lehet a veszteség. Mit tudom én, rátolat a tank, vagy... Tehát bármi történhet vele. Erre még azt mondták, hogy ez egy vállalható veszteség egy ekkora mozgósításnál. Tippelj, hogy az oroszoknál mennyi volt ez? Nem merek. 4%. Ne! De! ahol fát hullik a forgács. Minden 25. ember meghalt. Így van. Egy hadgyakorlatról beszélünk. És tudod, eszembe jut a Sampix erre a példára. Mi van? Minden 1000. ember öngyilkossági hajlammal kiugorhat az ablakon. Várja, és tett hozzá, kiugorhat az ablakon? Kurva jó, hogy 999, meg kurvára nem tudott vele egyébként leszokni. Úgy, hogy kiugorhat az ablakon? Igen, uram, és ez teljesen rendben van. És ez teljesen rendben van. De hát föltüntettük a használati utasításba, bocs. Érted? Tehát ennyi. Na, most ugorhatsz a másik cikkre. Még egy érdekes bekezdése van ennek, ugye kicsit beszélget még arról is, hogy most itt demonizálják a nikotint jobbra-balra. És magával a nikotin bevitellel ugye az a fő probléma az okosak szerint, hogy egyértelműen hatással van egy idő után az ember keringésére, szűkíti az ereket, növeli a vérnyomást, stb. Na most itt említenek egy tanulmányt, ami kimutatta azt, hogy azok, akik egy éven keresztül elektromos cigarettáznak, de nem szoknak le közben a dohányzásról, de legalább a felére csökkentik a cigaretta bevételüket, kimutathatóan csökken a vérnyomásuk egy év elteltével. Tehát még azok is, akik kettős felhasználók maradnak, azoknak is kimutatható, ha más nem, a keringési rendszerük állapotával kapcsolatban, hogy igenis jótékony hatással van rájuk az, hogy elektromos cigarettát használnak a dohányzás mellett, tehát ártalmat csökkentenek. És nagyon érdekes, hogy a Pfizer a nikotrol inhalátort hogyan apostrofálja például. Ezt a terméket azért hoztuk létre, hogy leszoktassa a szervezetét a cigaretta fogyasztásról, elszokjon a szervezete a cigaretták fogyasztásától, kontrollált mennyiségben juttasson a szervezetébe nikotint, és ezáltal megkímélje azoktól a vegyi anyagoktól, kémiai anyagoktól, amik egyébként a dohánytermékek révén a szervezetébe jutnának. Na most ez a mondat 100%-ig igaz az elektromos cigarettára. Ez így van. Akkor mi a tökömről beszélnek ezek? De komolyan. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen véget nem érő harc lesz. Tehát ha kihagynánk az ízesítést, nem lenne csak PGVG és nikotin, akkor minek ugranának neki? A vívőközegnek, üvegszálvatta, a tekerésnek, hogy abban milyen nehéz fémek van. Tök mindegy, érted? Tök mindegy, hogy mit csinálsz, nem az ő bizniszük. Pont. Igen. Több ugrabugrálás már nem lesz a részemről a cikkek között, így most kiveséztem mindent, amit szerettem volna. Még egy érdekeséget szerettem volna nektek elmondani, ha nincsen kapcsolódó véleményetek ez ügyben. Nekem nincs. Egy érdekességgel találkoztam a minap Facebookon, ugye benne vagyok egy-két nemzetközi csoportban is, és ott írta be az egyik gőzlér, hogy egy olyan segítségre lenne szüksége, hogy tud-e valaki ajánlani neki Angliában olyan biztosító társaságot, ahol nem kezelik az elektromos cigarettázást dohányzásnak. Mert mint kiderült, a biztosítók haladnak a korral, és most már nem az van a kockázati besorolásnál, hogy dohányzol-e vagy sem, hanem használsz-e nikotin tartalmazó eszközt, viszel-e nikotint a szervezetedbe. És ezt mégis hogy? Tehát hogy lehet az életen át tartó dohányzás kockázati tényezőit összemosni egy ilyen rekreációs ad-hoc nikotinfogyasztással? De Krisztián, ezen miért csodálkozó? Üzleti érdekből. Hogy? Üzleti érdekből. Persze, de érted. Ilyen ez kurva egyszerű. Ez pont tehát, olyan, mintha ugyanolyan. Azt mondanád, hogy nikotin tapaszt fogyasztasz, érted? Az véleményük szerint ugyanolyan, mint hogyha cigarettát szívnál. Pont. De hát ez nem így van, és ez valószínűleg ez többek között köszönhető a sok-sok lejárató kampánynak, meg az összes ilyen szírszarnak, hogy jó, akkor ez is olyan, mint a dohányzás, mossuk össze. Tehát köze nincs a kettőnek egymáshoz. Itt élem lassan 5 éve a nem dohányos életemet, aktív, masszív, nagy mennyiségű elektromos cigarettafogyasztóként, és hát össze se lehet hasonlítani a kettőt, basszus. Ez egészen elképesztő. Ez olyan, mint, basszus, mintha a kockázati besorolásodnál ugyanoda sorolnának be téged vasárnapi biciklisként, mint egy extrém motocross versenyzőt. Járunk kétkerekű járműven? Hú, akkor ez vége a világnak. Akkor nagyon veszélyeztetett besorolásba fog kerülni. Szóval hogy baromi érdekes ez is, hogy ez az egész lejárató kampányosni, meg ilyesmi ilyen területekre is rányomja a hatását. Holott igazándiból Charlie, te is, Fifika, te is, én is nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet egy rendszeres dohányzó egészségügyi kockázatait összehasonlítani egy elektromos cigaretta használójával. Hihetetlen. Dehogy nem lehet, csak nagyságrendekkel jobb lesz a mi eredményünk. Hát persze összevethető, sőt, én is azt gondolom, hogy össze kell vetni. De hogy így, hogy nem lehet egy skatujába betenni a kettőt, nem lehet egy napon emlegetni. Nem lehet egy napon említeni a kettőt. Ez olyan, mint hogyha nem is tudom, az egysoros görkorcsolyázót, meg az extrém motorozó akárkit összehasonlítanád. Tehát nyilván az egyik az el fog esni, lehorzsolja a kezét, lábát, a másik meg halálos balesetet tud szenvedni és meg okozni is. Tehát nem ugyanaz a kategória, érted? És az vicc lenne a biztosítótól is, hogyha ezt a kettőt ugyanolyan keményen biztosítaná, mert hogy mind a kettő, nem is tudom, keréken jár. Vagy mint a Charlie sztoria, az amerikai focis. Ön profi amerikai futballista? Nem. Oké. Szokott ön futballozni? Hát néha tengózom egyedül itt a garázs mögött a kertben. Akkor ugyanoda soroljuk be. Futball. Igen. Ennyi. Jó, hát tehát itt azért lássuk be, mindenkit a zsebe mozgat, akármilyen iparágat nézünk, tehát azért lehetne itt sorolni, mondjuk a WHO aggodalmi listájára föl lehetne tenni a chipzabálást, a szalonnát. Hát nem tudom, mert nekem erről külön véleményem. Most a szalonnát, ugye? Külön véleményem van egyébként a zsírbevitelről, meg külön véleményem van az olajbevitelről, de igen, tehát, hogy mennyi egészségtelen szar van, érted, meg az nem probléma, hogy a gyereket cukorra tömik, meg ezekkel olyan csokoládékkal, érted, hogy 3 napig rágod, azt mégse olvad el a szádba, tehát valami elképesztő. És ez nem probléma. És akkor ma olvasok egy cikket arról, hogy a legnagyobb kockázatot az elhízás okozza ma a betegségi ranglistán. És amikor mondják, hogy nem is tudom, Charlie, hogy felolvasta a cikket, ugye ott volt, hogy mennyi a dohányzás által okozott szövődményekben meghaltak. És ez úgy működik, figyelj, hogy ugye töltik ki a korlapot. Mibe halt meg? Tüdőrákba. Dohányzat? Igen. Oké, akkor ez a dohányzás miatt volt. Mibe halt meg? Tüdőrákba. Dohányzat? Nem. Hát akkor passzív dohányzás miatt. Az a különbség. Szóval... Hát igen. Szóval ezek a statisztikai adatok, érted, ezek a szarra legyen értékűek, azért lássuk be. Érted? Mert az, hogy valaki dohányzik és tüdőrákban hal meg, az semmivel nem támasztható egyébként alá, hogyha nem dohányzott volna esetleg, és akkor is tüdőrákba hal meg, akkor mi van? Nyilván megvannak az alapvető környezeti ártalmak, aminek mondjuk a civilizációban élő ember kíván. Igen, csak ezekből a statisztikákból soha nem látod, hogy kivennék azt a részt, ami az egyébként nem dohányzók között is a tüdőrák kockázati tényezője. Tehát most, ha veszel 100 dohányost, arra mindre rá fogod fogni, hogy ez a dohányzásba halt bele. Így van? 100 tüdőrákos dohányos, az a dohányzásba halt bele. De abból talán ki kéne venni 6%-ot, aki egyébként is belehalt volna, ha nem dohányzik. akkor hát, is tüdőrákban volt. Meg nem olyan szépek a számok. Hát meg nem olyan szép, érted? Minket. Meg hát, de amúgy meg, hogyha végig gondolod, ez sehol nem állná meg ha ez egy matematikai képlet lenne, sehol nem állná meg a helyét, érted? Tehát ezért ez a statisztika az egy nagyon aljas műfaj egyébként. Bármit ki lehet hozni belőle. Igen. Az jutott eszembe az előbb, amit mondtál, cukorfogyasztás, meg chips, meg ilyesmi, hogy az egészségügyi intézmények és a WHO valószínűleg azért nem hirdet harcot a gyerekeknek cukorka és csokoládé adás, meg ilyenek ellen, mert a mértéktelen édességzabálás és a helytelenül étkezés, stb. Az mind-mind oda fogja sodorni az embereket olyan életszituációba, olyan egészségügyi állapotban. Kapudrog a gyógyszerhez. Pontosan, kapudrog a gyógyszerhez, ezzel is a Pfizer, a GlaxoSmithKline és a többieknek a zsebét fogják a végén tömni. De itt van az elektromos cigaretta, ami viszont nem, ellenben egy az egyben konkurál az ő termékeikkel. Nyilvánvalóan, hogy ez az ellenség, és nem az, hogy kövér lesz a gyerek, érted, és ugyanúgy keringési problémái, és cukorbeteg lesz, és a többi, és a többi. Igen. Tehát azt nem értem, hogy miért nem nyitják már ki az emberek a szemüket. És itt egy picit azért én a fitness Norbinak igazat adok. Miért nem nyitják már fel az emberek a szemüket? Mi a kurva anyjáért nem hirdet, baszki, a rohadék WHO kampányt, a mindenféle hívogató, színes, képes, ilyen, olyan, amolyan magas cukortartalmú, gyerekeknek szánt, célzottan odaszánt termékek betiltásai. Jégkrémeket milyen szexi reklámokkal reklámoznak? Ne szopassatok már, érted? Hát azért, hogyha az egyik részről megköveteljük és megelőgondolkodjuk ezt a kurva nagy okosságot, akkor miért nem vagyunk következetesek? Érted? Mi a faszén nem rakunk egy kurva barna csomagoló papírt egy csokoládéra, ahelyett, hogy Walt Disney figurákkal díszítenénk? Hát azért, mert ettől látjuk jobban, hogy mennyire kétszínűek ezek az intézmények. Ennyi. Tehát komolyan mondom, érted, itt már rég egy mozgalomnak kéne lenni, ami ütné ezeknek a köcsögöknek a fejét, és azt mondaná, hogy a 80% kakaó tartalmú csokoládéra lehet tündérkés képet rakni, de ami alatta van, és csak cukorból, melaszból, meg a tököm tudja miből van, érted, azt nem lehet. Én most kampányt hirdetek akkor csinál ezt, a szabályozás érkezési sorrendben történjen. Kérem szépen, először is tessék szépen szabályozni az alkoholfogyasztást, mert jóval gyilkosabb kb. Mint bármi más. Tessék szépen szabályozni az édességeket, ahogy te említetted, a finomított cukrot, a finomított lisztárukat, stb. És majd, amikor ezeknek a több ezer éves termékeknek a szabályozásával eljutottunk egy olyan szintre, amit te is hiányolsz, hogy konzekvens legyen az elbírálása ezeknek a dolgoknak, ha már az egészséget védjük, akkor valamikor a sor végén ott kullog az elektromos cigaretta, és most 150 év múlva eljutunk oda, és hogy azt is szabályozni. És amikor már semmit nem tudunk már szabályozni, érted, akkor ó, bazd meg, ott van az e-cigaretta. Na, most jött el az ideje, hogy szabályozzuk. Tehát nagyjából egyébként a fontossági sorrend az előgondolkodó kurva nagyagyának kapacitását kihasználva, a fontossági sorrend, ez kéne, hogy legyen. Tudod, mit kéne szabályozni még? A szabályozást kéne szabályozni. Mert ugye az elektromos cigarettával az a baj, hogy nikotin van benne, meg imitálja a dohányzást, és ezért vélhetően függőséget okoz. És a függőség az elítélendő. De szerintem a hatalom függőséget okoz, és akik rendszeresen szabályoznak, föl kell, és így az első kávénál beszélgetnek, hogy te figyelj, te szabályoztál már valamit a héten, én még nem, remeg a kezem, úristen, valamit szabályozzunk. Tehát szabályozni kéne a szabályozást is, mert tuti, hogy függőséget okoz. A hatalom az egyik leginkább függős. Nem beszélve arról, hogy személyiségtorzító. Hát ugye. Ugye? Érted? Tehát már az alapvető matematikai műveleteket is kiöli a fejedből. Tehát amikor kétszer utalják el a 1,5 milliós fizetésed, és nem veszed észre, mert már számolni is képtelen vagy, hát azért azok óriási problémák. Hát igen. Szóval először szabályozzuk a szabályozókat, és hogyha meggyőződtünk róla, hogy helyesen szabályozták a szabályozókat, mert nekem most momentán úgy tűnik így az e-cigaretta körüli szabályozások fényében, hogy nincsenek megfelelően szabályozva a szabályozók. És óriási nagy baglövéseket. Hát nem az, hogy nincsenek megfelelően sehogy. Hát igen, és ez igen. Nincs jól. Ez nincs jól. Egy nagyon régi sci-fi kötet jutott az eszembe, ez a megfigyelők megfigyelőjének megfigyelései, vagy valami ilyesmi volt a novella cím, és ez tökéletesen igaz ide is érted, hogy hát, ha már szabályozunk, akkor már olyanok szabályoznak, akik szabályozottan tudnak szabályozni. Köszönjük szépen, a hatalomittas, korrupt disznók szabályozásából nem kérünk többet. Állat nem alhat ágyban. Vessző, lepedőn. George Orwell állatfarm. Ismered a történetet? Hogyne, olvastam, hogy... Na. Hát akkor ugorjunk. Szerintem ezt most nagyon kibeszéltük. Meglehetősen körbejártuk. Na, hogy átfűzzünk az egészségügy terroristáiról a valóságban is. Sajnos ténykedő terroristákra. Mit szóltok Belgiumhoz? Hát elképesztő, hogy ez megint megtörtént, mert már itt sajnos azt kell mondanunk, hogy megint, és az egyik ember pont átment Magyarországon hamis iratokkal, te meg semmit nem tudsz az egészről, ugyanis azt nem tudom, hogy Mújó, azt mondtam-e neked, tegnap beszéltünk Fifikával a telefonon, és várjál, hogy is volt, mentem befele dolgozni, azt hiszem. És Fifika mondja, hogy hallottad, mi történt Szegeden? Mondom, várjál Fifika, hallottad, mi történt Belgiumban? Ha nem, mi történt? Hát, konkrétan mondom, az egész országnak kijárási tilalom van. Mert hát, robbantottak. Nem is egyszer. Egészen elképesztő. De ez csak azért történhetett meg, mert a szegedi eseményeket azt az egyik ismerősöm, aki fölkeresett, ő mondta, hogy le van zárva, meg izé, meg tud, hogy... És még szerintem akkor ez nem történt meg. Hát ez reggel 9-kor volt. Hát jó, ez meg reggel valamikor 7-8 óra között. És ugye én egész nap dolgozok, tehát én nem nézegetem a netet, meg nem tudom én mit. Örülök, hogyha valaki rám ír, akkor visszatolok írni neki két értelmes mondatot, főleg, hogyha be vagyok öltözve. És akkor Charlie mondja nekem ezt, hogy Belgiumba robbantott. Mi van? És akkor eszembe jutott, hogy a gyerekem meg 2,5 évvel ezelőtt ott dolgozott kint. Szóval kezd egy kicsit célponttá válni Európa. Hát azt hallottad, ez mai híradás, hogy Görögországban is tüntetnek a migránsok? Hogyha őket nem engedik tovább Európába, akkor már pedig a kamionforgalmat is le fogják zárni, érted? Tehát már követeléseik vannak. Kinyílt a csapájuk. Facebookon olvastam, de... Senki ne köpködjön meg, hogyha ez nem a Putyin gondolata. De hogy ez így volt kiírva, vagy ezt a Vladimir Putyin nyilatkozta le, hogy akkor lesz, tehát ami most van, az semmi ahhoz képest, amikor majd megpróbálják kitoloncolni azokat a muszlimokat, akiknek semmiféle jogalapjuk nincs az itt tartózkodásra. És tényleg igaza van ezzel a párizsi balhéval, mert az még hol volt itt a migránsválság, Charlie, amikor Párizsban tűzharc volt a rendőrök, meg hát kvázi franciák, mert azok már azt hiszem, hogy állampolgárságot is kaptak, de az a lényeg, hogy ugye Párizsban egy jó néhány rész így kvázi ezt kurva erős idézőjelben mondom legettósodott. Hát azt úgy, hogy Párizsban ez a használhatatlan tömegnek mondom én ezeket a bevándorlókat, és a többi, ezek úgy, ahogy mondtad, tehát ezek gettóban élnek már, ilyen hatalmas nagy emlékezzetek vissza a... Hú, melyik film volt az a mozgássérült csávó, meg a színes bőrű? Krisztián. Nem tudom. Nem tudom. Hát tolókocsis faszi, tudod, aki maga mellé keresett ápolót, és akkor jelentkezett ő a... Kiközvetítette az iroda. Nincs meg, de most egy cikket keresek erőből. Na mindegy. És hogy ott is ilyenben éltek, valóban. És emlékszünk még ott, hogy ott milyen palota forradalom volt, hogy autókat borogattak, gyújtogattak bizony heteken keresztül. Ezt, hát elérkeztünk oda, ahol és amiről szól mondjuk a Homeland. Itt most már a saját identitásunkat is védeni kell, és az a durva, hogy nem tudom, nézted, hogy milyen pokolgépeket készítettek ezek a roppant szimpatikus fiatal emberek. Nézted azt a röntgenképet? Igen, épp azt akartam mondani, hogy azt magát a pokolgépet nem tudom, hogy milyen volt, de hogy a röntgenképen ott volt az a, hát az nem tudom, 120-as szög. Nem, az egy izé volt, az egy, mit tudom is én, 10-es, 12-es csavar. Tehát a rendes hatlapfejű. Én úgy láttam, hogy ez egy hatlapfejű csavar volt, de ha szög, az se sokkal jobb. És ez belefúródva a mellkasába. Tehát fölrobbant tele, ilyen szírszarral volt az a csőbomba, és az repült, aztán vitt az kaszát, kapát, mindent, ami az útjába egyébként került. Most is azt mondom, és ezt folyamatosan ki kell hangsúlyozni, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki, aki vallásos, az gondoljon a saját vallásának a sokszínűségére. Hogy az iszlámon belül is rettentő sok ágazat, és rettentő sokféle fajta vallás létezik az iszlámon belül is. Tehát például, hogyha megnézed, úgy amblok, mondjuk a török vendégmunkásoknak soha nem jutott eszébe Németországba még egy pofont se nagyon kiosztani, nem, hogy robbantgatni, meg követelőzni, meg nem tudom én. Ők kimentek oda, ők dolgozni akartak, megtalálták helyeket, beilleszkedtek, most már vannak tényleg török negyedek, meg mit tudom én. Oda bemer menni a rendőr, oda bemer menni a turista, ott bárki nyugodtan járhat, kellhet, nem fogják inzultálni. És van az iszlámnak ez a fajta ága, ami egy abszolút kemény vonalas ág, ami a hódító iszlámra jellemző, mert ugye van azért hódító kereszténység, ezt az indiánok azért erről tudnának mesélni, de hogy van egy ilyen ága, és basszus, hát ez valami elképesztő, hogy Európa nem képes a saját nemzeti, széttagolt nemzeti identitását megvédeni egy ilyen áramlattól. Tehát nem arról beszélünk, hogy most, mit tudom én, több millió ember jött volna egyszerre át, és azok csinálják itt a balhét. Ezek szigetek, tehát azért az, hogy ott most van 200 ember, azért az még nem azt jelenti, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk ezt lerendezni, intézkedni, kitenni a picsába őket, megszűrni, és a többi európai állampolgár biztonságát szavatolni. Ennyi. Megtaláltam a cikket. Na. Hogy én is mondjak valamit, ne hallgassak ilyen nagyon, mert ugye én végig a migránspárti, bevándorlópárti véleményt képviseltem, és az van, hogy ez a szerencsétlen belga eseményekkel sem változott. Egész nap láthattam, hogy a kicsit kevésbé cizellált lelkületű emberek örülgetnek Facebookon, hogy na, látjátok, most megmutattam, mondtam én, hogy baj lesz, ez miattatok van, aki támogattátok, hogy ezek hadd jöjjenek. Nem erről van szó. Itt van egy gyönyörű cikk, a Statista.com-on 1970 óta összesítve évről évre a Nyugat-Európát ért terrortámadások. 1970-től 2015-ig ezt a napokba rakták össze. Egyetlen egy év volt 1993, amikor valami véletlenül kifolyólag nem történt Nyugat-Európában terrortámadás, emberéletet követelő terrortámadás. De egyébként ott van a 1988-ban Lockerbie 270 áldozat, 2004-ben a madridi vonat terrortámadás, és akkor még nem volt itt szírmenekült áradat, stb. Stb. Ugyanúgy minden évre jutott valami ilyesmi. Igen, úgy, csak azt elfelejtett jótékonyan, hogy haladunk a korral, a technikával, és most már az utóbbi két támadásnál nem tudtál olyat mondani, hogy ott voltak, fölrobbantották, azt csókolom, mert jól összehangolt támadás volt több helyszínen egyszerre, több bomba egyszerre, iszonyatos pusztító erővel. Mert az elkövető csoport jól szervezett, de ha mondjuk megnézed a párizsi eseményeket, ott is francia születésű, második generációs szélsőséges kretének követték el ezeket a dolgokat. Tehát ez a mostani holmi, és ami ráadásul kiderült, ugye, hogy Magyarországon is átutazott, és tényleg a migráns áradattal jött, ez várható volt, hogy ilyen elemek is jönnek. 10 millióból egy, vagy 2 millióból egy ilyen kihasználja ezt a lehetőséget. Ezért szerintem továbbra sem lehet azt mondani, hogy falat építünk lentében, és rohadjon meg mindenki. De akkor szerinted mi a megoldás? Be fognak jönni a túloldalról. De figyelj már, akkor mi a megoldás? Ott van Szíriában 6 millió ember, és azt akkor így ültessük buszra, aztán vigyük át egy másik országba? Ne ültessük buszra, de ne is nyomjunk pecsétet a szerencsétlen bevándorlók. Hát de nem mondjuk, hogy szerencsétlen bevándorló, mert a szerencsétlen bevándorlóknak mondjuk legyen mondjuk a 30% a szerencsétlen bevándorló. És a többi, a szociális bevándorlók, azt én nem gondolnám, hogy itt van a helyük. Charlie, pontosan ugyanilyen robbantások elől menekül a többségük. Tehát ez a 30% ez egy nagyon-nagyon durva túlzás. Szerintem meg nem. Azért ordas egyébként a helyzet, mert van Európának a bevándorlókra, vagy igen, tehát ezt jó, úgynevezett politikai menekültekre, meg az üldözöttekre törvénye. Meg kell állni a határon, le kell regisztrálni, papírja kell, hogy legyen. Hány olyan szituációról tudunk, amikor nem álltak meg, nem voltak hajlandók azonosítani magukat, eldobálták a papírjaikat, gyakorlatilag mint egy csürhe végigvonultak Németországig. Azért szóval érted, rettenetesen szarul kezelt Európa ezt a szituációt, ez tény. Hát de rettenetesen szarul álltak hozzá már, elnézést, Krisztián, de rettenetesen szarul álltak hozzá a menekültek is. Mindent el lehet mondani, hogy emberileg, meg érzelmileg, meg nem tudom én mi, bazd meg, de ha nekem egyszer innen menekülnöm kell, és el kell mennem, nem tudom én, a Közel-Keletre, vagy bárhová. Hát bazd meg, ne haragudjál már, csak alávettem magam annak az országnak az eljárásrendjének. Betartom a szabályait, érted? És akkor nem úgy megyek oda, hogy verem az asztalt, érted, hogy nekem ezt adjál, meg én oda akarok menni, meg én ott akarok dolgozni. Érted? Onnantól kezdve egyébként, hogy ki mondja, hogy menekült számomra, vagy számodra, ez akkor egy legitim valami? Szerintem kurvára nem, mert nézzük nem, már meg, hogy a faszomba, hogy jutott el idáig, és hogy jutott el idáig? Szeretném, ha te mondanád ki. Hogy jutott el idáig? Akkor kimondom én, embercsempészeket fizetett azért, hogy eljusson idáig, és aztán vigyék őt a bejáratott útvonalakon. Ha ő kurvára menekült lenne, akkor azt mondaná, hogy nekem szarott, ahol van, megkeresem az első olyan pontot, ahol én biztonságban érzem magam, és azt Szíriától Németországig van egy pár. De mondjuk legyen akkor Törökország, Görögország, ahol lássuk be, nem olyan szar azért nekik a helyzet az otthonihoz képest. De nem Németország, mert ott tejjel-mézzel folyó Kánaán van, nekik még Magyarország se jó, az meg, még a vizet is eldobjuk, meg a tököm tudja, dobáljuk magunkat a sínek között a gyerekkel. Nem tudom. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan fajta általánosítás, amit most mondasz, mint hasonló ahhoz az általánosításhoz, hogy innentől kezdve minden menekült terrorista. Milyen általánosítás? Hány olyan menekülttel találkoztál, aki mondjuk csak itt akart maradni? Ha? Na. Egyel sem. Na, erről beszélek. Ha én menekülnek, én sem akarnék itt maradni. Maradjál már, Krisztián, ez hülyeség, ha te menekülnél, mert te itt vagy. Neked ez, te tudod, hogy itt szar, de neki klasszisokkal jobb ahhoz képest, ahonnan ő jön, mert ő elvileg nem politikai bevándorló, ő menekül a háború elől. Meddig akar menekülni? Szerintem meneküljön az Atlanti-óceánig, aztán gyalogoljon át a izére. Az óceán fenekén egészen Amerikáig. Na, nem hát látok most... én bele ennek a pszichológiájába egyébként, de nem kizárt, hogy azért vannak néhányan, akik úgy vannak ezzel a Németország dologgal, hogy ha már egyszer menekül és a félvilágot a nyakába veszi, akkor már valami olyan helyre akar menni, ahol normális lehetőségei is vannak. Én egy kicsit megfordítanám a téma irányát, hogy annyira áldatlan, kezelhetetlen az egész helyzet, amiből nincs rá egy huszárvágásos, okos, jó megoldás. Ez van egész egyszerűen ezzel, hogy nincsen rá kulturált, egyszerű megoldás. A probléma szerintem a belga eseményekkel az, hogy ugye még szedik össze, hogy mi az Isten történt, de olyan hírek azért már csordogálnak, hogy pontosan lehetett tudni, hogy valamire készülnek Belgiumban, és hogy ennek ellenére nem lehetett elejét venni ennek a dolognak. Ez az igazán durva ebben az egészben, mert hogy még egy metróban tudnak valamit akciózni, azt mondom, hogy kurva sok metróállomáson, de egy olyan kiemelt biztonságú területen, mint egy repülőtér, ott nem, várjál, Krisztián, tudod honnan kiemelt biztonságú? Hogy te átmentél a tranziton. És odáig te bármit csinálhatsz, tolod a kocsidat, átveszed a jegyedet. Jó, ez mondjuk igaz. Nincsen semmi ellenőrzés. És arra szeretném, de jó lenne egyszer, hogyha Inkvi itthon lenne, és be tudna jönni beszélgetni, hogy Inkvi, meséljél már, léci, mik voltak a tapasztalataid Kaléban? Mert én láttam képeket, hogy miket töltött föl. Embertelen. Embertelen. Nem fogtok meggyőzni ettől még arról, hogy utálnom kellene a háború. Én nem mondtam, hogy utáld, de is. Nem, azt nem mondom, hogy utáld. Senki nem mondja, mi Krisztián, csak arról polemizálunk egyébként, és ez az, ami bennem így megragad, hogyha én egy ilyen szituációban menekülök, akkor megállok az első biztonságos helyen, és megvárom, amíg döntenek a sorsomról, és nem kezdek el németot meg, hogy ha már egyszer a világot a nyakamba vettem meg, ha már egyszer így, akkor már meg se állok Németországban. Mi van Németországban? Érted? Hát ha te egy kurva szar háborúból az életedet mented, érted? Hát akkor... nem mindegy, hogy hol vagy biztonságban, arra az időre, amíg vissza nem térhetsz a saját hazádba. Ez is egy valid álláspont. Nem emlékszem pontosan, egy viszonylag hosszú cikket olvastam pár hónappal ezelőtt arról, hogy miért nem mennek át ezek egyszerűen egy szomszédos országba, és maradnak ott a seggükön. És azt feszegették, hogy egyébként a 80-valahány százaléka egyébként a háború elől menekülőknek az ott valahol a környező országokban húzódik meg, tehát ide Európába már csak a relatíve kevesebb maradék az, aki idáig eljön, mert tényleg a túlnyomó többségük megmaradott a környéken. De hogy ott a környéken megmaradni sem egy életbiztosítás, mert a háborúzónák, ezek az övezetek és a határok, ezek hétről hétre változnak, és nem annyira stabil ott a környéken a politikai helyzet ahhoz, hogy mondjuk, mint például itt átmész Szlovákiába, és ott már biztonságban vagy. Ez az egyik fele, a másik felét meg menet közben elfelejtettem, hogy mit akartam még mondani. Szóval, hogy ez egy annyira elképesztően összetett, bonyolult holmi, aminek a tized részét föl se tudjuk fogni ezzel a kényelmes kelet-nyugat-európai kis egyszerű élettel, amit mi itt éldegélünk, hogy én nem is merek pálcát törni. Én kurvára sajnálom azokat az embereket, akik 10 000 kilométereket leutazgatnak a gyerekükkel a hátukon, és el kell hagyniuk az országukat, vagy éppen fölrobban a fél családjuk a szemük láttára, mert rakétával lőnek az elmebeteg fundamentalista idióták városrészeket, hogy ez azért tényleg fölfoghatatlan, ami van. Amit én igazán gusztustalannak tartok ebben az egész történetben, amellett, amit az előbb pedzegettem, hogy lehetett tudni, hogy valamire készülnek Belgiumba, és ennek ellenére nem sikerült megcsinálni, ami engem nagyon-nagyon zavar, az az, hogy most tényleg a jobboldali beállítottságúak telehőzöngik a közösségi médiát, hogy mi megmondtuk a mocskos beándorlók, a liberális rohadékok miattatok van, ti öltétek meg ezeket az embereket közvetve, stb. Ilyeneket hallok, holott nyilvánvalóan ez egy ostoba baromság. A másik, amit meg most az a 2. fokú terrorkészültség, és a szentesíteni azt, hogy akkor Magyarországon, akkor már pedig most nyomjuk még egyszer ezt az alkotmánymódosítást, ihaj, csuha, és akkor itt igenis azt csinálunk. Tehát, hogy a magyar politikai réteg pénzre fogja váltani ezt az egész tragédiát, és konkrétan... Hát rászörföz. Ez tény és való, tehát azért a Ferihegyi repülőtérre, nem tudom, Charlie, te láttad ezt a páncélozott járműveket kirendelni, az mondjuk kicsit barokkos túlzásnak tartom. Hát nyilván, annak ismeretében és figyelembevételével pláne, hogy ki is jelentették, hogy mi csomagokat nem vizsgálunk, mi csak vagyunk, ha valami van. Tehát ott hagynak bazd meg egy ízét, ott hagy valaki egy hátizsákot, mert elmegy pisálni, és 1-ből 4 rendőr ugrik rá, ami természetesen ilyen esetben érthető, de én mindig jókat röhögök egyébként a bevetési osztálynak a megnyilvánulásain, hogy rossz házba törik rá az emberre az ajtót, mert tehát neki gondolkodni sem kell, csak hatásosan intézkedni. 2 darab BTR-t odaállítani a repülőtéri útra, hát igen, ez ilyen erődemonstráció inkább. Látszat intézkedés. És akkor, mikor odavonult közéjük a TV2-s tudósító, mert egyébként olyan helyen vagyunk, hogy nem lehetnénk. Hát látszott intézkedés, meg nagyon durva önigazolás. Tehát így ez ott kolbászolnak néhány napig ezek, és benne lesz a köztudatban, hogy ha az ember nem is érezte úgy, hogy terrorkészültség kéne, hogy legyen, ha mindenhol géppisztolyos emberkéket, meg páncélozott kocsikat lát. Gépkarabé. A gépkarabé, bocsánat, akkor az egyszeri embernek beleívódik a tudatába, hogy itt bizony tényleg terror fenyegetettség van Magyarországon. És aztán utána lehet jönni ezekkel a... Látjátok, mi megmondtuk, 5-kétszer akkor a függönyt kellett volna vasfüggönyt fölhúzni, és amúgy is mostantól úgy kormányzunk, ahogy akarunk, mert itt terror van, és kijárási tilalom is szavaz. Szóval nagyon veszélyes vizekre elvesztünk ezzel az egész... Hát de azért azt ki ne jelentsd már, Krisztián, hogy tulajdonképp mi tehetünk az egészről. Mert akkor nem, fordítva ülünk a lombon, szerintem. Én vagyok a gerinctelen liberális, úgyhogy nyilvánvalóan én tehetek mindenről. Nem, csak ezt nehogy azért legyen már itthon meg máshol probléma, mert a rendőrök megpróbálják enyhíteni, és valahogy... Nem, szó sincs róla, nem, nyilvánvalóan nem. Tehát alapvetően ott van elbaszva a dolog, hogy vannak ilyen beteg emberek, akik úgy érzik, nem is tudom, azt nem lehet a szavakkal visszaadni, amit mondtak a Bataklánnál, a metal koncerten, a robbantásnál, vagy lövöldözésnél, hogy ott a rohadó nyugat és a sátán imádó zenekar, meg a faszom tudja, hogy még mit mondtak, bazd meg, de hogy így nem tetszik, maradj otthon a gecibe, azt akkor robbansál ott Én azon is gondolkoztam, ezek ilyen beteg emberek, hogy ők tulajdonképp, tudjátok, mint a pirománok, hogy nekik az kell, hogy lássák, hogy mit tudom is, emberek jajveszékelnek, meg szenvednek, hogy őket ez így mentálisan kielégíti. De akkor... Hát ez pont olyan, Charlie, mint a nyugdíjastól, aki fönnmaradt késő estig, hogy lásson egy mesztelen nőt a tévében, és aztán másnap jól elmesélje, hogy te micsoda gusztustalan puncikat mutogatnak éjszaka a tévébe. Nem kell megnézni, bassz. Ne, tudod, láttad a valóságsót? Nem, nincsen tévénk sem. Egyébként én csak Kantot olvasok, de hallottam. Meg az internetet, Facebook profilom sincsen, csak úgy mesélte a szomszéd, hogy ezt írogatják. Ja, igen. Na mindegy. Szóval mindenképpen szomorú, de ezt nagyjából elkönyvelhetjük, hogy ameddig emberiség fog élni ezen a bolygón, addig megfelelő százaléka elviselhetetlen idióta lesz. Ha ilyen podcastünk lenne, akkor már biztos levezettük volna ezt is a kormányokig és a fegyverlobbyig egyébként. Simán. Amúgy meg chemtrail. Ennyi. Fuck yeah. Szoniszló power. Jó. Na haladjunk a történetszálban. Sorozatot most kihagynám, mert Mújó nem up-to-date Walking Dead-del, de ha más sorozatotok van, akkor azt mondjátok nyugodtan, csak én nem akarom spoilerezni neki, de itt nekem tényleg már kezd sötétedni a storyline. Csak ennyit mondok. Jövő héten kibeszéljük. Utolérem magamat jövő hétre, itt már most akkor a dráma van, bazd meg, hogy már a zenéből is sejtett, hogy itt nem zombitól lesz durvaság, hanem itt házon belül, és nem öléstől, és mégis. Fú, nagyon kemény. Mindegy, a legutolsó rész, ami most ment le hétfőn, azután, ha fölhoztad magad, akkor erre visszatérünk. Remélem jövő hétre be tudod hozni jó, magad. Szóval akkor a dráma van a Walking Dead-be, hogy Magyarországon azonnal rendeleti kormányzás indokoltá vált. Kétszer, és akinek nem tetszik, azt behajítják a napba. Na, a másik, hogy a videóhoz én betenném, sikerült végre földolgozni nagyjából a találkozós videót, akkor azt, hát ez több mint, most nem tudom megmondani, mert másik gépről vagyok, de több mint 4 óra anyag, tehát ez mire fölkúszik majd a YouTube-ra, mire földolgozza a YouTube, az lehet, hogy 2 nap is lesz, vagy 3. De azt akkor utólag oda be fogom rakni, a kultúrába pedig... Én követtem el. Hát ezt, ha nem mondjuk ki, akkor is tudtuk volna. És nem a Puszi Együttes. És nem, de holnap Puszi Együttes koncert lesz egyébként a Katona József Színházban. Gondoltam. Lajkó Félixnek új albuma jelent meg, és az albumról az egyik kezd csináló dalt lehet megtekinteni a YouTube-on, meg egy másikat is, hogyha még kicsit kattintgattok, egy ilyen népzenés vonalra elmenő, zenekaros, pajabeás, éneklős, stb., de nagyon kellemes. Annak ilyen lemezbemutató dal. Hát igen, az a Lajkó Félix az szerintem egy zseniális művész. Vagy szerintem már megilletné a valódi vész jelző is. Ő volt az, aki kim volt Franciaországban egy ilyen koncerten, és hajnalba fölébredt, és a kastély előtt, ahol a szálloda volt, egy gyönyörű nagy rét. És fogta a hegedűjét, kibattyogott a rétre, gyönyörű fű, éppen jött fel a nap, és így elkezdett becsukott szemmel, érted, ott hegedülgetni, csak így magába. És egyszer csak olyan érzése támad, hogy nézik. És kinyitotta a szemét, érted, 100 tehén állta így körbe. Jó. Félelmetes az űrge. Tehát imádom a zenéjét egyébként. Nagyon mélyről, nagyon erős gyökerekből táplálkozik. Mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa. Úgyhogy most az egyszer olyat tettébe, Krisztián, amit én is szeretek. Fifika approved pecsét rákerült. Igen. Te a Delta című filmet láttad? Nem. Tudom, hogy játszik benne, és rajta van a bakancs listámon, de még nem. Ez egy nagyon érdekes, hányatos sorsú film is volt, Mundruczó Kornél film, ugye, és forgatás közben elhunyt a főszereplő, és menet közben kellett lekasztingolni a nem színész Lajkó Félixet, úgyhogy nagyon érdekes, nem elvárásai, hanem érdeklődéssel várta mindenki, hogy na ebből mi sül ki a végére, és baromi jó lett. Majd nézd meg, ha... Jaj, fiúk, ezt még mindenképp meg akartam említeni. Mikor valamelyikötök azt mondta, ja, Fifika pont, hogy mit mondott a tévében Putyin. Nem tudom, láttátok-e azt a videót, ami talán a Virgin, vagy a nem is tudom melyik tech oldalon keringett már, amikor a tévében levő videót a te arcodra irányított kamera mint egy mock-up. Tehát már aki nem tudja, ez a mocap, tehát a motion capture technológia, csak itt nincs már teleragazgatva pöttyökkel az arcod, amit grimaszol az ember, ahogy a száját mozgatja, Putyin is úgy mozgatta az élő videóban a száját, és ezt megcsinálták. Trumpal, Putyinnal, mit tudom is én ki, Obamával, tehát innentől kezdve azt se szabad elhinni, amit a tévében látsz. Tehát, hogyha azt mondja valami, de egyébként a technológia, itt tartunk, na, itt tartunk. Kurva jó. Jó minőségű Beneda és Horváth Ildikó videókat várunk a szerkesztőségbe, hogy alávessük ennek a technológiának. Jaj, Istenem, mit tudnánk belőle kihozni? Micsoda gyémántok hevernek a földön előttünk, csak föl kéne venni. Hű. Jó van, fiúk. Szerintem zárjuk be a riglit, aztán hajoljunk le a gyémántokért. Én nem gondoltam volna, hogy 3 nappal a találkozó után egy ilyen hosszú adást fogunk kirittyenteni magunkból, de hát csak sikerült. Hát ez van. Lackó Attila. Jaj, nem, megint kimondtam. Oh, nem szabad, nem szabad, nem szabad. Na, majd fiúk. Kisipolod utólag, Charlie. Igen, igen. Jövő héten találkozunk. Egy élmény volt veletek ez a hét is. Ez a rövid hét is. És még nem is beszéltem róla, hogy nekem milyen szívás volt a tegnap éjszakám, de ezt majd talán a következő adásban. Élmény volt veletek. Sziasztok! Sziasztok! Lenyúlta az élmény volt a tőled. Figyeled, Fifika? Le, nem baj. Köszi, sziasztok!